Yeah.
Teraz Ileš Kornel príde, bude nám slúžiť Božím slovom. Bude to veľmi dobré. Tešíme sa. Večer bude potom aj služba. Pastor Jardo bude slúžiť aj skladaním rúk. A teraz teda, Kornel, príď. Dobre. Pastor Kornel bol prvý maďarský pastor, s ktorým sme sa spoznali. On prvý prišiel a slúžil nám Božím slovom. Veľmi ho máme radi. A dúfam, že aj keď prvýkrát ho niekto uvidí, všetci určite si ho obľúbite. Ja som prvý aj posledný. Takže aj na budúce ma pozrite určite. Ešte predtým, než pán príde. Mal by som takú uzatváraciu kázeň. S veľkou láskou vás tu všetkých vítam v mene pána Ježiša Krista. És nagyon nagy öröm és megtisztelő számomra, hogy meghívtatok erre a konferenciára. A je pre mňa veľkou cťou, že ste ma pozvali aj na túto konferenciu. Tegnap már tartottunk a vezetőknek egy összövetelt. A už včera sme mali také zhromaždenie pre vedúcich. Tak teraz už budú určite veľmi dobrí vedúci vo všetkých zboroch. A samozrejme aj v Česku. Ale aj doteraz boli dobrí vedúci. Lebo verím, že hlavou každého z nás je Ježiš Kristus. A ten, kto sa podriadi Ježišovi Kristovi, môže byť len dobrý vedúci. Amen. Amen. Úgyhogy én nagyon nagyra értékelem, hogy ezt a konferenciát itt megszerveztétek. Takže ja veľmi oceňujem, že ste zorganizovali túto konferenciu. És tudom, hogy
nagy öröm, de nagy felelősség is az, hogy más városokból is eljönnek és szolgálni feléjük. Ez egy nagy áldás is. A viem, že je to veľká zodpovednosť a veľká radosť, že aj z iných zborov môžu prísť ľudia a že spolu môžeme slúžiť. És talán többen tudjátok, de akik nem azoknak, hogy mondjam el, hogy Salgótarjánban mi is minden évben vendégül látjuk az egész híd gyülekezetét, az országos imatábornak mi vagyunk a házigazdái. Možno viacerí viete, že aj my v Salgótarjáne každý rok hostíme celý maďarský zbor viery na jednej takej konferencii. Nem konferencii, imatábor. Taký modlitebný tábor. És 40 gyülekezetből voltak az imatáborban. A zo 40 zborov boli na tento modlitevnej. Mindig érezzük ennek a felelősségét, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly kihívás. A vždycky cítime zodpovednosť, že aká to je veľká udalosť. És ebben az évben már 6-szor volt, tehát úgy mondom, hogy 6 éve, minden évben Salgótarjánban van ez az országos imatábor, híd gyülekezetében. A tento modlitevný tábor, híd gyülekezete je už po 6. rok za každým v Salgótarjáne. És ez nagyon nagy terhet is tesz a gyülekezetre. A toto dáva aj veľkú záťaž na zbor. De nagyon nagy áldás is. Ale je to aj veľké požehnanie. Mindenhonnan jönnek emberek. A zo všadiaľ prichádzajú ľudia. És az úr ránk bízta, meg Sándor is, hogy az imára tanítsuk őket. A pán nás poveril a aj Sándor, aby sme ich vyučovali. És ott minden nap imádkozunk. A každý deň sa tam modlíme. 8-10-szer. 8 až 10 krát. 8-10 ima összevetelva. 8 až 10 modlitebných zhromaždení. Tam reggel 5-kor van az első. Ráno o 5 je prvé. És éjfélkor van az utolsó. A o polnoci končíme. És most ebben az évben Jardó pásztort is megtisztelt bennünket, és elfogadta a meghívásunkat, és ő is szolgált. A tento rok nás aj pastor Jardó úctil tým, že prišiel a slúžil nám. És tényleg nagyon nagy áldás volt, ahogy buzdított bennünket az imádkozásra. A naozaj to bolo veľkým požehnaním, ako nás pozbudzoval k modlitbe. És mindig ti is elmondjátok, hogy milyen nagy áldás nektek a híd gyülekezete. A tak ako aj vy vždycky poviete, že akým veľkým požehnaním je pre vás híd gyülekezete. De szeretném elmondani, hogy ti is nagy áldások vagytok a híd gyülekezete számára. Ale chcel by som vám povedať, že aj vy ste veľkým požehnaním pre híd gyülekezete. És be kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagyra értékellek benneteket. A musím vám povedať, že každého z vás veľmi oceňujem. Azért is. Aj preto. Mert ezen a héten. Lebo tento týždeň. Egész héten. Celý týždeň. Szent Pál Akadémián Sándor tartott előadást. Na Szent Pál Akadémii Sándor mal prednášky. És nagyon sokatokat ott láttalak. A mnohých z vás som tam videl. Főleg tegnap a vezető közül. Hlavne včera spomedzi vedúcich, pastorov. És engem tényleg szinte csodálatra késztetett, hogy egész héten ott vagyok a Szent Pálon, és most hétvégén még akkor, még most is, még mindig jöjjünk az igét hallgatni. A naozaj je to pre mňa aj takým začudovaním, že celý týždeň ste tam boli, sedeli a ešte aj teraz prídete na túto konferenciu. Úgyhogy engemet ez nagyon izgalomba hoz, tűzbe hoz, hogy ti így szeretetek az Urat és az Istennek a beszédét. Takže mňa to veľmi tak rozohňuje, že vy takto milujete Božie slovo. Úgyhogy szeretnék még egy-két igével, akkor így remélem, hogy nem voltok nagyon fáradtak. Takže chcel by som ešte zo pár veršov prečítať, dúfam, že nie ste ešte unavení. És még délután is lesz összevetelete. Ešte aj po obede budete mať zhromaždenie. Délután nekünk is lesz. Po obede budeme mať aj my. Salgótarjánba. Salgótarjáne. Gyorsan be kell fejezzem, mert siessek haza. Takže musím rýchlo skončiť, aby som mohol utekať domov. Ez olyan, mint amikor egyszer voltunk egy ilyen gyülekezetes táborba. To je také, ako raz sme boli na takom zhromaždení v tábore. És ugye háromszor étkezés volt. A trikrát denne tam bolo jedlo. Sokszor reggeli, ez 8-10-ig volt reggeli. A raňajky bývali tak cca od 8 do 10. De déltől már ebéd volt. Ale od obeda už bol obed. És akkor ott reggelizünk 9:30-kor. Takže o 9:30 tam raňajkujeme. És mondom a testnek, gyorsan egyetek, mindjárt ebéd van. A vravím im bratom, že rýchlo jedzte, lebo za chvíľu je obed. Takže. Egyetek ti is most gyorsan. Aj vy teraz sa rýchlo jedzte.
Róma levélből szeretnék felolvasni. Z listu Rímanom by som chcel prečítať. Z első részből. Z prvej časti. A hatodik verset. Šiesty verš. Lehet, hogy te olvasod, hogy gyorsabb haladjunk. Asi to prečítam len ja, aby to bolo rýchlejšie. A... Róma 1, 6, 7. 6, 7 až 8. K ním patríte aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus, všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Amen. A ešte od 15. verša až po 17. A tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium, veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Amen. Amen. A Szent Pál fordítás úgy adja ezt vissza valahogy. Preklad zo Szent Pál, to nám vracia tak. Ti is azok közül valók vagytok, že aj vy ste z tých, akiket Isten arra hívott el, ktorých Boh povolal preto, hogy Jézus Krisztushoz tartozzanak. Aby boli súčasťou Ježiša Krista, aby k nemu patrili. Takže aj ty si povolaný Istentől, od Boha, aby si patril k Mesiášovi, k svojmu spasiteľovi, Kristovi. És Pál is ezt mondta rómaiaknak, a aj Pavol toto vravel Rimanom, hogy mindenkinek kész hirdetni az evangéliumot. Že on je pripravený každému kázať evangélium. Akik Rómában vannak. Ktorí sú v Ríme. Én is mindenkinek kész vagyok. A ja som pripravený každému. Akik Pozsonyban vannak. Ktorí sú v Bratislave. Vagy bárhol is vannak. Alebo kdekoľvek. Azt mondja, hogy akiket Isten szeret és elhívott, hogy a saját népévé legyetek. A ako tu vraví, že Boh ich povolal, aby boli jeho ľudom. Istennek a népe vagytok. Vy ste Božím ľudom. És valóban a ti hiteteknek nagy híre van. A naozaj, vaša viera má veľkú poesť. Mindig hallok jó bizonságokat, a Szlovákiában mik történnek. Vždycky počujem dobré svedectvá, že čo sa deje na Slovensku. És örülök a jó híreknek. A teším sa z dobrých správ. Jó ember jó híreket mond. Dobrý človek rozpráva dobré správy. Mindig vannak problémák is. Samozrejme, vždy sú aj problémy. De... Nem ezt kell híresztelni. Ale nie je toto treba roznášať. Hanem a jó hírt. Ale dobré správy. Az evangéliumot. Evangélium. Amen. Amen. És itt is úgy folytatja. A aj tu tak pokračuje. Pál, hogy ami rajtam áll, kész vagyok nektek is. To, čo stojí, az evangéliumot. To, čo stojí na mne, som a pripravený kázať aj vám evangélium. Szóval nem szégyellem. Vraví, že nehambím sa. Senki előtt az öröm hírt. Pred nikým tú dobrú správu. Mert az evangélium az örömhír. Lebo evangélium je dobrá správa. Miért? Prečo? Mert Istennek a hatalma az. Lebo je to Božia moc. Amely üdvösségre juttatja mindazokat, ktorá privádza k oslobodeniu akik hisznek každého, kto v neho verí. Tehát Isten belehelyezte az erejét, a hatalmát az evangéliumba. Čiže Boh vložil svoju silu do evanjelia. Čo akik hittel hallgatják, a tí, ktorí ju počúvajú s vierou, azokat Isten az evangélium által Isten gyermekévé teszi. Üdvözíti őket. Tých Boh skrze evangélium spraví svojimi synmi. Így lett nekünk is üdvösségünk. Takto sme došli aj my a znovu zrodenia. Nem a mi akaratunkból. Nie z našej vlastnej viery alebo chcenia. Nem a mi erőnkből lett üdvösségünk. Nie z našej sily. Nem a mi hatalmunkból. Nie z našej moci. Nekünk erre nincs hatalmunk. My na toto nemáme moc. Hogy üdvözítsük magunkat. Aby sme sami seba spasili. Hogy örökké éljünk. Aby sme naveky žili. Hogy a bűneinkre bocsánatot kapjunk. Aby sme dostali odpustenie našich hriechov. Aby sme sa uzdravili, aby sme sa oslobodili. Ez mind benne van. A v tomto je všetko dané. Ezt Isten tudja elvégezni. Toto len Boh dokáže spraviť. Méghoz az evangélium által. A to skrze evanjelium. A dnes je Boh pripravený konať. A te életedben is. Aj v tvojom živote. Az üdvösséget hiszem, hogy ma meg akarja erősíteni az Úr a szívetekbe. A spasenie verím, že aj dneska chce utvrdiť vo vašom srdci. Mert Isten ezt akarja, hogy hitből éljél. Lebo Boh chce, aby si žil z viery. Az igaz ember hitből él. Človek viery žije vierou.
Az evangélium, a evangélium, az örömhír, je dobrou správou, megmutatja, nám ukazuje, hogyan teszi Isten, ako spraví Boh, a maga számára elfogadhatóvá az embert. A človeka priateľným pre jeho osobu, pre seba. Akit a hite alapján Isten elfogad, toho, ktorého Boh príjme skrze jeho vieru, az örökké fog élni. Ten bude žiť na veky. Isten a hitünket nézi. Boh pozerá na našu vieru. Izrael fiainek is hirdetett az evangélium. Aj synom Izraelovým kázal evangélium. Nem párosították hittel. Ale oni si to nespárovali s vierou. Ezért nem használt nekik a hallott beszéd. A preto v nich neúčinkovalo počuté slovo. Mi velünk ne így legyen. S nami nech to tak nie je. Hittel elfogadtuk Isten beszédét. S vierou sme prijali Božie slovo. És Isten a hitünk miatt igazságot tulajdonít nekünk. A Boh skrze našu vieru nám dal spravodlivosť. És akibe Isten ezt a hitet meglátja, a v tom, v kom Boh vidí túto vieru, azt az embert Isten elfogadja, Isten gyermekének, toho človeka Boh príjme ako za svojho syna, és örök életet ad neki. Dá mu večný život. Így lett neked is örök életed. Takto si došiel aj ty k večnému životu. Nekem is így lett üdvösség. A ja som takto dostal spasenie. És nagyon hálás vagyok Istennek ezért. A som za to veľmi vďačný Bohu. És Isten tesz minket a maga számára elfogadhatóvá. A Boh nás učiňuje priateľným pre jeho osobu. Isten haragja volt az életünkön. A Boží hnev a súd bol na našom živote. De a Mesiásban elküldte a béke ajánlatát. Ale v Mesiášovi poslal zvesť a zmierenia. Že Boh je pripravený sa s nami zmieriť. A my sme to prijali. A hovorí dokonca, že nie len, že sme to prijali, ale sme na to aj pyšní. Buď pyšný, hrdý, že ty si za dobré s Bohom. Zo pár ľudí je na to veľmi pyšných. Že za dobré napríklad s primátorom, alebo štátnym tajomníkom, alebo s ministrom, tak sa cíti taký mocný. Alebo s nejakým bohatým, alebo slávnym. A ty si za dobré so živým Bohom. Si úplne za dobré s ním. Boh ťa povolal. Pardon, aby ste boli v miery. No, aby som to lepšie videl. Úgyhogy, takže, ez az evangélium. Toto je evangélium. És ma is örömhírt jöttem hirdetni. A aj dnes som prišiel kázať dobrú zvesť. Szeretném elmondani. Chcel by som povedať, hogy Istennek öröm üzenete van számodra. Že Boh má pre teba radosnú správu. Nem megfélemlítő üzenete van. Nie zastrašujúcu správu. Nem haragos üzenete van. Nie hnevlivú správu. Isten ma nem azt üzeni az embereknek. Boh dneska nehovorí ľuďom. Haragszok rád. Že som na teba nahnevaný. Ham azt üzeni. Ale odkazuje ti. Hogy békülj ki velem. Že poď sa so mnou zmieriť. Legyünk jóba. Buďme za dobré. Én nem akarok téged megbüntetni. Ja ťa nechcem potrestať. Nem akarok elítélni. Nechcem ťa odsúdiť. Akarom, ja chcem, jóba legyünk, aby sme boli za dobré. Áldani, chcem ťa požehnať. Gyógyítani, chcem ťa uzdraviť. Üdvözíteni akarlak téged. A chcem ťa zachrániť. Örök életbe akarlak téged bevonni. Chcem ťa zahrnúť do večného života. Ez az evangélium. Toto je evangélium. Ezt fogadtuk el. Toto sme prijali. Amen. Amen. És ma is Isten ezt ajánlja föl. A dneska nám toto Boh dáva. Ebbe kell nekünk magunkat mindig megerősíteni. A v tomto musíme vždycky sami seba posilniť. Az első örömhírem, amit veletek is szeretnék megosztani. A prvá radosná správa, o ktorú sa chcem podeliť aj s vami. Hogy Isten örömét leli a gyermekeinek a felvirágoztatásában. Že Boh sa raduje v tom, keď jeho deti kvitnú v dobrom. Ezért Isten ma is kész a te életedet fölvirágoztatni. Preto je Boh pripravený aj dneska, aby tvoj život rozkvitol. Ő örül ennek. On je dobrý. Ahogy egy normális szülő is. Tak ako aj jeden normálny rodič. Örül annak. Sa teší. A gyermekei virágoznak. Ak jeho deti prosperujú. Gyümölcsöznek.
a prinášajú ovocie. Sikerese. Sú úspešné. Győztese. Sú víťazi. Áldotta. Sú požehnaní. Egy szülő ezért mindent megtesz. Jeden rodič preto spraví proste všetko. Áldozatra is képes. Ešte aj obeť je schopný priniesť. Ennek ez örömöt okoz. Lebo preňho je to radosť. Isten is így van. A takisto aj Boh. Ő neki nem esik nehezér, hogy megáldjon tégedet. Preňho to není ťažké, alebo ťažkosť, aby ťa požehnal. Nem kell Istent gyötörnöd, kínoznod, hogy adjon egy kis jót neked. Nemusíš Boha trápiť, nech ti dá aspoň niečo troška dobrého. Hanem neki ez örömöt okoz. Ale preňho to je radosť. Hogy csak hagyjad magad. Takže sa nechaj. Hogy az Úr örömét leje benned. Aby Pán v tebe nachádzal svoju radosť. Mi nem abba leli az örömét. Lebo nie v tom nachádza svoju radosť. Fájdalmat okozzon neked. Že ti spraví krivdu. Fölidegesítsen. Alebo ťa znervózni. Hogy kicsavarja kezedet. Alebo ti vykrúti ruku. Isten ebben nem gyönyörködik. Boh sa z tohto neraduje. Isten, inak az okoz örömöt, hogy neked jó sorod van. Bohu spraví radosť to, keď ty máš dobrý osud. Hmm? Ez jó hír. Je to dobrá správa. Ez evangélium. Je to evangélium. Én ezért szeretem az evangéliumot. Ja preto to mám rád, evangélium. És ezt minden embernek meg kell hallani. A toto musí počuť každý človek. A vallásokba. Aj v náboženstvách. Azt hirdetik a legtöbb keresztény vallásba is. Vo väčšine aj kresťanských náboženstiev hlásajú to, hogy Isten haragszik rád. Že Boh je na teba nahnevaný. Sabik nem fogsz jól viselkedni. A kým sa nebudeš dobre správať, mindig haragudni fog. Vždy sa bude hnevať na teba. És az emberek továbbra is bűnöket fognak elkövetni. A ľudia budú naďalej hrešiť. Ezzel szemben Isten azt üzente, ale oproti tomuto Boh povedal, úgy szeretlek, ahogy vagy, milujem ťa takého, aký si, és még jobban is szeretlek, a ešte aj viac ťa ľúbim, hogy meghagyjalak ilyennek. Aby som ťa nechal takéhoto. És meg foglak szabadítani. A ja ťa oslobodím. Meg foglak tisztítani. Očistím ťa. Meg foglak áldani. A požehnám ťa. De az Úr úgy hívott el bennünket, ahogy vagyunk. Ale Boh nás povolal takých, akí sme boli. Nem volt feltétele. Nemal žiadne podmienky. Hogy aki kézen tud menni 20 métert, az jöhet az Úrhoz. Že ten, kto vie preručkovať na zemi 20 metrov, ten môže prísť ku mne. Vagy aki föl tud ugrani 6 méterre, az jöhet az Úrhoz. Alebo ten, kto vie vyskočiť do 6 metrov, ten môže prísť Pánovi. Vagy akinek nagyon sok pénze van, az jöhet az Úrhoz. Alebo ten, kto má veľa peňazí, ten môže prísť Pánovi. Akkor sokan nem jöhetünk volna. Alebo potom by mnohí z nás nemohli prísť. Ez Isten úgy hívott el, ahogy vagy. Boh ťa povolal takého, aký si bol. Sa ma úgy szeretett, a už keď ťa tak miloval, és így is ki akart veled békülni, a chcel sa s tebou zmieriť, akkor most, tak teraz, akkor ma kibékültél vele, keď si sa už zmieril s ním, ha mennyivel inkább, tak o čo viac, jó tervez veled, má dobré plány s tebou. Ez nagyon fontos, hogy elmert hinni. Je to veľmi dôležité, aby si to dokázal uveriť tomu. Seket Istennel nem veszekedni kell. A ty sa s Bohom nemáš hádať. Nem birkózni. Nie zápasiť. Együttműködni. Ale spolupracovať. Ahogy a tínédzser gyermekektől és a szülők már elvárják, hogy együttműködjenek. Ako aj od tínédzserov rodičia už očakávajú, aby spolupracovali s nimi. Ne kelljen ma fenyegetni őket állandóan, mit csináljanak. Aby ich nebolo treba stále karhať a napomínať, že čo robia. A kicsi gyerekeket sokszor fegyelmezéssel kell terelni. Lebo malé deti treba usmerňovať a proste kázňou. De amikor ma nagyobbak, ale už keď sú väčšie, akkor kell, hogy belőlük is jöjjön ki az együttműködési képesség. Tak treba, aby tá schopnosť spolupráce z nich vychádzala z ich vnútra. És tőlünk is Isten ezt várja el. Aj od nás toto Boh očakáva. Szabad akaratból. Z vlastnej vôle. Önként. Sami od seba. Hittel. Z vierou. Működjünk együtt a Szent Szellemmel. Aby sme spolupracovali so Svätým Duchom. És vegyük át. Aby sme prevzali, amit Isten elkészített számunkra. Čo Boh pre nás pripravil. Azt mondja az egyes Zsoltárban. Je napísané v prvom žalme. Harmadik vers. Tretí vers. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejekorán megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Že bude ako strom zasadený pri vode, ktorý načas dáva ovocie a nevedne jeho lístie. Ilyennek kell lenni a keresztény életnek. Taký to musí byť aj kresťanský život. Mint annak a fának, že ten strom, ami a folyóparton van, ktorý je na brehu rieky, és a gyökere ben van a vízbe, a jeho korene sú vo vode, és nem szárad el, a nevyschne, hanem ideje korán, ale ešte načas a pred časom, még nem is jött el a gyümölcstermés ideje, ešte ani neprišiel čas, kedy má rodiť ovocie, de már
termi a gyümölcsöket. Ale už prináša ovocie. Ilyen a keresztény élet. Takéto je kresťanský život. Neked sok ládottabbnak, sikeresebbnek kell lenni, mint azoknak, akik nem ismerik az urat. Ty musíš byť oveľa požehnanejší a úspešnejší ako tí, ktorí nepoznajú pána. Sokkal több gyümölcsöt kell teremjél. Musíš prinášať oveľa viac ovocia. Sokkal hamarabb. Oveľa skôr. Minden területen. Vo každej oblasti. Szellemi, lelki, anyagi szinten. Duchovná, duševná a aj telesná. Ez a mi elhívásunk. Toto je naše povolanie. És Isten ezt akarja, hogy mi jó szerencsések legyünk. A Boh chce toto, aby sme mali dobré šťastie. Minden területen. V každej oblasti. A második örömhírem. Druhá moja dobrá správa je, hogy Isten vágyik arra, hogy nagyszerűvé tegye az életünket. Že Boh túži potom, aby náš život spravil skvelým. Szintén a szülőket tudom mondani. A tiež tu viem priniesť príklad rodičov. Minden normálny szülő. Každý normálny rodič. Vágyik arra. Túži potom. Hogy a gyermekei élete. Aby život jeho detí. Nagyszerű legyen. Boli úžasné. Sok szülő még arra is vágyik. Veľa rodičov túži ešte aj potom. Hogy a gyerekének még jobb sora legyen, mint neki volt. Aby jeho deti mali ešte lepší osud, ako mal on. És ezért képes áldozatokat is hozni. A preto je schopný priniesť aj obete. Lemondani dolgokról. A zrieknúť sa určitých vecí. A gyerekének jobb élete legyen. Aby jeho dieťa malo lepší život. Jézus is ezt tette. A Ježiš toto spravil. Lemondott az életéről. Že zanechal tie veci. Meghalt a Golgotai kereszten. A zomrel na Golgotskom kríži. Hogy nekünk jó életünk lehet. Aby sme my mali dobrý život. Hogy mi üdvözülhessünk. Aby sme mohli byť spasení. Bűnbocsánatba részesünk. Aby sme mohli získať odpustenie hriechov. Lehessen. Aby sme mohli získať večný život. Krisztus előtte is megvolt az örök élete. Kristus už aj predtým mal večný život. Amennyiben élt fönt az atya jobbján. Žil hore v nebi na pravici Božej. Sféretette az isteni erejét, dicsőségét. A odložil nabok svoju slávu, svoju silu. Stal sa človekom, prišiel na zem. És meghalt értünk. A zomrel za nás. És az ő halála kifizette mi bűneinkért a váltságot. A jeho smrť vyplatila a cenu za naše vykúpenie. És nekünk ezt mindig szem előtt kell tartani. A my musíme mať toto pred svojimi očami. Jeremiáš 29-ben van az az ige. Jeremiáš 29 je napísané. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Fel, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Amen. Amen. Tehát Isten azt gondolta felőled, čiže Boh si zaumienil v súvislosti s tebou békességet. Aby si mal pokoj. Jó sorsot adjon neked. Aby ti dal dobrú budúcnosť. Istennek jó terve van veled. Boh má dobrý plán s tebou. Ez a terv békességről szól. Tento plán súvisí s mierom. Felvirágzásról szól. S rozkvetom. Nem pedig nyomorúságról és bajról. A nie v utrpení a problémoch. Sehet csak azt kéri az Úr hívd őt segítségül. A k tomu Boh chce len toľko, aby si na ňo zavolal. Aki segítség hívja, mi megszabadul. Ten, kto ho, na ňo bude volať, ten sa každý oslobodí. Mikor itt azt mondja, meghallgatlak titeket. Keď tu hovorí o tom, že vás vypočujem. Ott úgy vagy teljesítem kéréseiteket. Tak je to tam tak napísané, že splním vaše priania, prosby. Hát nem ez a legjobb. Není to super? Hogy Isten teljesíti a kéréseme. Že Boh naplní moje prosby. Annak van legjobb élete. Ten má najlepší život. Akinek Isten minél több kérését teljesít. Komu Boh splní čo najviac prianí. Milyen életet akarsz? Aký život chceš? Kérd az Úrtól. Pýtaj od pána. És megadja. A on ti to dá. Van erre egy viccem. Mám na to jeden vtip. Hogy ne aludjatok el. Aby ste nezaspali. Ugye Szlovákiában széke vicceket lehet csak mesélni. Hej, že na Slovensku sa dá rozprávať len vtipy o záhorákoch. De Románia meg Szlovák vicceket mesélek. Ale v Rumunsku zase rozprávam slovenské vtipy. De a székely gyereknek megjelenik a jóságos tündér. Ale záhoráckému chlapcovi sa zjaví dobrotivá víla. Mondja, hármat kérhez tőlem, bármit. A vraví mu, že máš tri želania a môžeš si pýtať čokoľvek. Gondolkozik a székely gyerek. Rozmýšľa záhoráčik. Hát azt mondja, kérek egy olyan korsót. A vraví, že prosím si taký krčach. Amiből soha nem fogy ki a sör.
z ktorého nikdy nevyprázdne pivo. Pik, otva. Puk, a je tam. Egissa. Vypije. Leteszi. Položí. Megint eleva. A znova je plné. Nagyon tetszik neki. Veľmi sa mu to ľúbi. Megint megissa. Znova ho vypije. Leteszi. Položí. Megint eleva. A znova je plné. Szóval ez nagyon klassz. Vraví, že toto je úplne super. Kettőt. Tak ešte dva z tohto. Tehát mi is így vagyunk sokszor. Takže aj my sme takto mnohokrát. Nem élünk a lehetőséggel. Že nevyužívame tie možnosti. Hülyeséget kérünk az úrtól. Pýtame si hlúposti od pána. Kérünk 10 forintos órabéremelést. Prosíme ho o 10 forintové zvýšenie platu. Munkat, kenyeret. Prácu, chleba. Minek? Na čo? A munka mindig van. Práca je vždy. Régen én is mindig prédikáltam, hogy munkát adjon az Úr, meg imádkoztam. Dávno som aj ja tak kázal, že modli sa, aby ti Boh dal prácu. Mindenkit erre buzdítottam, hogy kérje munkát az Úrtól. A každého som povzbudzoval, aby pýtal prácu od pána. Ma mindenkinek volt. A už každý mal. Munka. Prácu. De fizetésben nagyon kicsi volt. Ale plat bol veľmi malý. Utána rájöttünk, elkezdtünk imádkozni, jó fizetési állásért. A potom nám to doklaplo a začali sme sa modliť za prácu s dobrým platom. Nem mindegy. Není to jedno. Régen is emlékezt. Munkát, kenyeret. Pamätáte si, jak to bolo za čias, že prácu a chleba. Sokkal jobb az, hogyha az Úr áldását kívánjuk. Ale je oveľa lepšie, ak si pýtame Božie požehnanie. Persze, munka is az Úr áldása. Samozrejme, aj práca je Božie požehnanie. De van olyan munka. Ale je taká práca, ami nem az Úr áldása. Ktorá není požehnanie od pána. És mikor nem áldása munka? A kedy není požehnaním práca? Keď ember dolgozik becsületesen, tisztességesen. Keď človek pracuje svedomito. És mégse keres annyi pénzt, hogy a családját jól el tudja tartani. A predsa nezrobí také množstvo peňazí, že by svoju rodinu vedel dobre chovať. Az nem áldás. To není požehnanie. Az áldás az az. Požehnanie je to. Az Úr áldása meggazdagít. Keď ťa Božie požehnanie ti dáva obohatí. Obohatí? És azzal nem lesz több a fáradtságos munka. A nebudeš mať viacej práce, ktorá ťa unaví. Ez a példabeszlek 10-ben van. Toto je napísané v prísloviach 10. Tehát Isten jót készített. Čiže Boh pripravil dobré veci. Felvirágoztatást. A rozkvet. És jót végzett felőlünk. A dobré veci o nás zmýšľa. Azért, mert mi keresjük őt. Preto, lebo my ho hľadáme. És Isten azt mondja, jót végez felőled. A Boh hovorí, že dobré veci s tebou zamýšľam. Egyszer eldöntötte. Jednoducho sa rozhodol. Hogy a te sorsodnak a vége. Že koniec tvojho osudu. Nem a pokolba lesz. Nebude v pekle. Nem a kudarcba. Nebude to nem a veresége, problém. Nebude to hanem jót végzett felőled. Ale dobré veci o tebe zmýšľa. Szeretném ezt a szívetekbe bele kiáltani. Chcel by som toto vykričať do vašich srdc. Hogy a szíved elmerje hinni. Aby tvoje srdce to bolo schopné prijať, uveriť tomu. Hogy a te meccsednek már megvan a végeredménye. Že tvoj zápas už má koncový výsledok. Nem most fog még eldőlni. Nie teraz sa o tom rozhodne. Hogy vagy a mennybe kerülök, vagy nem. Že sa dostanem buď do neba, alebo do pekla. Isten már jót végzett felőled. Ale Boh s tebou už dobre zamýšľa. Már eldöntötte. Už rozhodol. Amikor a hitet meglátta a szívedbe. Keď uvidel vieru v tvojom srdci. Az evangéliumra örömmel hittel reagálta. Že si na evangélium reagoval s radosťou, s vierou. Az, hogy ennek az embernek mennybe lesz a befejezése. Tak hovorí, že tento človek skončí v nebi. Ez jó hír. To je dobrá správa. De kérdezi meg egy futbolistát. Ale spýtaj sa nejakého futbalistu. Van itt futbolista? Sú tu nejakí? Tegye fel a kezét. Hore ruky, poprosím. Ott egy kőkemi. Kettő. Tam je jeden fajný. Áron. Jeden, dva, tri, štyri, päť. Öt. Však öt fotista van. Len piati. Legalább egy fotičapat legyen itt. No aspoň jeden tím nech dáte do kopy. De tőletek kérdezem. Ale pýtam sa vás. Ugye minden meccs előtt van egy izgalom, hogy ki fog győzni. És minden meccsben van. A foci erről szól, hogy viete, nem že, lehet tudni, hogy ki győz. Viete, že pred každým zápasom je také napätie, že nikto nevie, čo bude, že aj také očakávanie. Ez mindig van egy izgalom az ember, vagy most mi lesz? A je také napätie v človeku, že či vyhráme, alebo nie. Képzeld el. Predstav si.
megmondják a meccs elején, že ti povedia pred zápasom, győzni fogtok 3-0. Vyhráte 3-0. Mindegy, mit fog csinálni. Je úplne jedno, čo budeš robiť. Mennyit szaladsz. Koľko budeš utekať. Csípületet kéz alatt. Že či budeš stáť. 3-0 fogtok győzni. Na 3-0 zvíťazíte. Kidegeskez tovább. Tak na čo sa znervozňuješ? Aggód. Prečo s tým zápasíš? De most nem a bundáról beszélek. Ale teraz nehovorím o tom, že je zápas podplatený. Hanem, hogy az úr mondaná meg. Ale ako by to povedal pán. Hogy jó lesz a vége. Že dobrý koniec to bude mať. Egy focistának csak az jó elfogadható, ha ő nyer. Lebo pre jedného futbalistu je priateľné len to, keď vyhrá. Az nem focista, akkor úgy megy fel a pályára, hogy kikapok. To není futbalista, ktorý ide na trávnik, takže, no, tak prehrám. Még az se jó focista, aki azt mondja, a döntetlen is jó lesz neki. Ani to není dobrý futbalista, ktorý vychádza na plac s tým, že aj remíza je dobrá. Itt nem lehet fölmenni. Takto sa nedá ísť na trávnik. Én küzdő sportokba sportoltam megtérésem előtt. Predtým, než som sa obrátil, ja som športoval v bojových športoch. Ott mindig csak úgy engedtek be a ringbe, hogy csak győzni lehet. Tam nás púšťali do ringu len tak, že proste víťazstvo. Aztán nem mindig győztünk. Samozrejme, nie vždy sme víťazili. De az elején mindig ezt gondoltuk, mi fogunk győzni. Ale pred začiatkom sme si vždy toto mysleli, že zvíťazíme. És az edző mindig ezt mondta, te fog győzni, te vagy a jobb. A tréner nám vždycky hovoril, že ty zvíťazíš, ty si ten lepší. Aztán volt a tévedet. Ale stalo sa, že sa aj mýlil. De az úr nem téved. Ale Boh sa nemýli. Mikor azt mondja neked, keď ti hovorí, kigondoltam, rozmyslel som si, elterveztem, naplánoval som to, jó lesz a te véged. Budeš mať dobrý koniec. Ezt már most tudod. A to už teraz vieš. Engedd be ezt a szívedbe. Vpusti toto do svojho srdca. Ezt Isten eldöntötte. Toto Boh už sa rozhodol nad tým. Persze tudom, ilyenkor jönnek a keresztények. Samozrejme viem, že potom kresťania chodia. De mi lesz, ha most rontom el? Čo, ak to teraz pokazím? Még mindig el lehet rontani. Ešte stále sa to dá pokaziť. De erre meg azt szoktam mondani. A na toto som zvykol hovoriť. Hogy megtérésed előtt. Pred svojim obráteným. Amit lehetett. Čo sa dalo. Ma mindent elrontottam. Už si všetko pokazil. Z Isten kegyelme mégis utolért. Ale Božia milosť ťa predsa dobehla. Mégis megtalált az úr. Predsa ťa Boh našiel. Mégis azt mondta, hogy kibékülök veled. Predsa ti povedal, že sa s tebou dám dokopy. Akkor most. Tak teraz. Mikor ma akarsz az úrra, te is békességben élni valamennyire. Keď už aj ty chceš na niekoľko percent žiť v miery s pánom, mennyivel inkább Isten kegyelmes lesz hozzá. O čo viac bude k tebe Boh milostivý. Amen. Amen. Úgyhogy jó lesz. Takže bude dobre. Ne izguj. Nestrachuj sa. Az úr már eldöntötte. Pán to sa už nad tým rozhodol. Jézus ezért jött. Ježiš preto prišiel. Hogy amit mi elszúrtunk, to, čo sme mi pokazili, azt ő helyre hozza. Tak on napraví. Már helyrehozta. A už to napravil. A Golgotai kereszten. Na Golgotskom kríži. És engedd be a szívedbe. A vpusti toto do svojho srdca. Az üdvösségnek az üzenetét. Túto správu a prijatia. Hallottad, hogy az örömhír. Počul si dobrú správu. Az az Istennek a hatalma. To je a silou Božou. Ami üdvösségre juttatja mindazokat. Ktorá prináša znovuzrodenie tým, akik hisznek benne. Ktorí v Neho veria. Tehát Jézus a te szabadítód. Takže Boh je tvojim osloboditeľom. Ő rá nézi ma is. Na Neho sa pozeraj aj dneska. Mindig nekünk Jézusra kell a figyelmet fölhívni. Vždycky na Ježiša musíme dávať dôraz. Ne magadra nézzél. Nedívaj sa na seba. Ne a körülményekre. Nedívaj sa na okolnosti. Ne a tapasztalatokra. Nie na skúsenosti. Mert az mindig elbizonytalanít. Lebo tie ťa vždycky rozmetú a chcú do teba vložiť strach, neistotu. Nézzél Jézusra. Ale dívaj sa na Ježiša. Ami hitünk kezdőjére és bevégzőjére. Na počiatok našej viery aj koniec. Fejedelme. On je kniežaťom mieru. Ne a gyengeségedre összpontosítsál. Nesústreď sa na svoje slabosti. Hanem Istent helyezd előtérbe. Ale do popredia stáva Ježiša. És szokjál rá arra. A zvykni si na to. Hogy Isten jóságára helyezd a hangsúlyt. Aby si dával dôraz na dobrotu pánovu. Ez legyen az te életed súlypontjának a középpontja. Aby toto bolo v centre tvojej osobnosti. Nem magadba helyezd az életedet. Nie do seba samého vkladaj svoj život, ale do Božej milosti. My nem tudunk igazából jó életet mi magunknak se.
My skutočne nevieme dobrý život zabezpečiť ani sami sebe. Sokszor az emberek ilyen nagyon, mint ebben vízben van, ilyen butosságokat kérnek maguknak. Veľakrát ľudia také blbosti si pýtajú pre seba. Örök életből se kell kettő. Ani z večného života netreba dva. Sokan úgy vennek vele, ma örök életük van. Mnohí sú s tým tak, že už majú večný život. Uram, adj örök életet, adj örök életet. A modlia sa tak, že Pane, daj mi večný život, daj mi večný život. A pán sa pýta, že koľko ti mám dať? Neked egy bőven elég. Tebe jeden bohate stačí. Van egy ilyen dal, nem tudom, hogy Szlovákiában ismeritek. Je taká pesnička, neviem, či na Slovensku ju poznáte. Hogyha két életem volna. A znie tak, že keby som mal dva životy. Mondja, hogy az egyiket odaadná. Tak by som ti jeden dal. De csak egy van. Ale mám len jeden. A ty nem adj oda senkinek. Tak nikomu nedá. De Jézusnak egy élete volt, azt odaadta mi életünk. Ale Ježiš mal jeden život a ten dal za nás. És nekünk is adott egy örök életet. A aj nám dal večný život. És az örök életnek az a lényege. A podstatou večného života je to. Nagyon komoly még teológiát mondok most. Veľmi hlbokú teológiu vám teraz poviem. Hogy nincs vége. Že nemá koniec. De legtöbb ember ezt nem meri elhinni. Ale väčšina ľudí tomuto nedokáže uveriť. De te olyan ember vagy. Ale ty si taký človek. Ha megtért, újjászülettél. Ak si sa obrátil, znovu zrodil. Az életednek nem lesz vége. Že tvoj život nebude mať konca. Pál ezt mondja. Pavol to hovorí. Valaki Kristusban van. Ten, kto je v Kristovi. Ha meghal is él. Aj keby zomrel, žije. Élünk tovább. Žijeme ďalej. Az Úrnál. U Pána. Pál azt mondja, hogy jobb lenne az, mint itt élni a földön. Pavol hovorí, že dobre, lepšie by bolo tam, ako teraz tu. De mi sokszor ezt nehezen tudjuk még elhinni. Mi ragaszkodunk, itt akarunk élni. Ale my to veľakrát ešte nedokážeme pochopiť. Za každú cenu sa snažíme, aby sme tu zostali, aby sme tu žili. Persze, legalább 70 évig itt kell küzdeni. Samozrejme, 70 rokov tu treba nejak vydržať. Vagy ha fejjebb 80 is. Alebo v horšom prípade 80. Addig azért ne futkozzatok el innen a földről. És dovtedy neutekajte zo zeme. Mert itt van a feladatod, ezt el kell végezni. Lebo tu máš svoju úlohu, ktorú musíš vykonať. De mi tudjuk azt. Ale my vieme to. Hogy az Úrnál még jobb lesz. Že u Pána bude ešte lepšie. Sándor sokat beszélt erről a héten. Aj Sándor o tomto veľa hovoril minulý týždeň. Hogy ez csak egy árnyéka az igazinak. Lebo že toto je len tieňom toho skutočného. És ez el fog múlni. A tento skončí. El fog múlni. Skončí. Mert ez nem valóság. Lebo toto není pravdivé. Tudod, valóság. Skutočné, pravdivé. Skutočné, jó mondja. Tehát, takže, az a valóság, to je skutočnosť, ami mindig van, ktorá stále je. Van, je, van, je, van, je, van, existuje. Ez a valóság. Toto je skutočnosť. Ami most van, tá, ktorá je, holnap nincs, zajtra není. Az nem igazi valóság. To není skutočná skutočnosť. Az csak egy jelenség. To je len taký zjav. Ami a szivárvány. Ako dúha. Vagy a déli báb, nem tudom, nektek van egy déli bábot. Alebo Fata Morgana, neviem, či na Slovensku niečo také existuje. No, ale mi igaz is van, déli báb. My máme ešte aj to. A Hortobágya. Na Hortobágyi. Nem, felénk van, de mindegy. Není to tam presne u nás. A ja som to ešte nevidel, síce to je pravda. De v szivárvány már láttam. Ale duhu som už videl. De nem valóság. Ale to není skutočnosť. Csak egy jelenség. Je to len taký zjav. Nézed. Vidíš to. Ete csak pik, eltűnik. A zrazu len puk a je to fuč. És egy csomó dolog így van a föld életben. A mnoho vecí je takto aj v živote. A rozda, a vasat megeszi a rozda. Napríklad železo zožerie hrdza. A ruhákat megeszi a moly. Šaty zožerú mole. A fák kiszáradnak. Stromy vyschnú. Szóval minden az enyészet alá van rendelve. Všetko je podriadené a skaze. Ez nem igazi valóság. Toto není skutočná skutočnosť. A menny az nagyobb valóság. Nebo je väčšia skutočnosť. Mert ez mindig volt. Lebo to vždy bolo. És mindig lesz. A vždy bude. Mindig van. Vždycky je. Jézus is így jelentette ki magát. A Ježíš sa takto zjavil. Hogy én vagyok. Sám seba vyjavil, že ja som. Én vagyok, az örök vagyok.
Ja som, ktorý som na veky. Ki nem csak 50 évig volt, ktorý nebol len 50 rokov, vagy 100-ig, alebo 100. Ale on mindig van. Ale on je stále. Mindig van. Stále. Ő az igazi valóság. On je tá ozajstná skutočnosť. Az Isten igéje az igazi valóság. A Božie slovo je tiež ozajstná skutočnosť. Evanjelium je ozajstná skutočnosť. Mert az ég és a föld elmúlik, lebo nebo a zem sa pominú, de az én beszédem semmiképpen el nem múlik, ezt mondta Jézus. Ale moje slovo nikdy nepominie. Toto povedal Ježiš. Az Isten igéje is van. Aj Božie slovo je. És mindig élni fog Isten. A vždy bude žiť Božie slovo. És mindig működni fog. A vždy bude fungovať. Ezért te is így nézzél rá. Preto sa aj ty na to takto dívaj. Ezért ne magadra koncentráljál. Preto nesústreď sa na seba. A nem Isten igére. Ale na Božie slovo. A harmadik örömhírem. Tretia dobrá správa moja je, hogy semmi nem tud elnyomni téged. Že nič ťa nedokáže potlačiť. Z 1 János 4:4, ha odalapoztok. A v 1. Jánovej. 1 János 4:4. 1. Jánovej 4:4. Azt mondja, hogy fiacskáim. A hovorí tam, že fiacskáim, legyőztek azokat, mert nagyobb, aki deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo vie, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Igazából a keresztények legyőzhetetlenek. V skutočnosti sú kresťania nezničiteľní. Nem lehet téged elnyomni. Nedá sa teba potlačiť, utlačiť. Mert nagyobb, aki benned van. Lebo je väčší ten, ktorý je v tebe. Mint az az erő, ako tá sila, ami ez egész világon van. Ktorá je na celom svete. Mert benned Isten szelleme van. Lebo v tebe je duch Boží. Isten hatalma van. Božia moc. Isten ereje van. Božia sila. Mert az evangélium van benne. Lebo je v tom evanjelium. És ezt senki nem tudja legyőzni. A toto nedokáže nikto poraziť. Mert minden más erő el is fog múlni. Lebo každá iná sila skončí, pominie. A bűnnek az ereje el fog múlni. A sila hriechu pominie. A betegségnek az ereje el fog múlni. Sila choroby pominie. Sőt, még a halálnak az ereje is el fog múlni. A dokonca aj sila smrti pominie. Nem a halál az utolsó valóság. Nie smrť je posledná skutočnosť. Az élet. Život je posledná skutočnosť. Soha. Život nikdy neskončí. A halál el fog múlni. Smrť skončí. Az élet nem fog elmúlni. Život neskončí. Te melyik valóságba hiszel? Ty veríš v ktorej skutočnosti? Most minde kettő van. Teraz sú tu obi dva. Ezért az emberek zavarba vannak. Preto sú ľudia takí zmetení. De tudd meg. Ale vedz, hogy a halál el fog múlni. Že smrť skončí. Végérvényesen. Úplne. Mennybe nem lesz halál. V nebesiach nebude smrť. Nem lesz sírás. Nebude plač. Nem lesz gyász. Nebude smútok. Nem lesz jajszó. Nebude bedákanie. Úgyhogy ezeket annyira ne gyakoroljad. Takže tieto nenacvičuj. Ne ebbe legyi ötös az iskolába. Sírás, rívás. Nebuď jednotkár v plači. Ne a kesergést tanuld meg. Nie v plači buď number one. Itt a földön vannak rossz dolgok. Tu na zemi sú zlé veci. De bármilyen rossz dolog történt veled. Ale nech sa stalo čokoľvek zlé s tebou. Az nem fog örökké tartani. Tak to nebude trvať večne. És a vége meg jó lesz. A koniec bude dobrý. Néha benne lenni kicsit nehéz. A občas je to ťažké znášať. De mégis nagy segítség, mikor benne is vagy, ha tudod, hogy a vége jó lesz. Ale aj keď si v tom, tak je obrovskou pomocou to, že vieš, že koniec bude dobrý. Amen. Amen. Én ebbe hiszek. Ja verím v toto. Úgyhogy nincs semmi, amit ne tudná te legyőzni itt a földön. Takže nie je ničoho, čo by si ty nedokázal poraziť tu na zemi. És a negyedik örömhírem. A štvrtá dobrá moja správa je, hogy Isten téged győztesnek tekint már most. Že Boh na teba vzhliada ako na víťaza už teraz. Most úgy néz rád. Už teraz sa na teba tak díva. A som te vagy a favoritom. A vraví, že ty si môj favorit. Én rátecem az összes vagyonomat. Ja na teba stavím celý svoj majetok. Mindenemet. Všetko, čo mám. Te vagy a befutó. Ty si number one. Te vagy a győztes. Ty si víťaz. Te a mennybe fogsz jutni. Ty sa dostaneš do neba. My még tele vagyunk kétségekkel. My sme ešte plní rozpakov, neistoty. Mennybe jutunk. Nah. Dostanem sa do neba? Nie. Vagy csak a tisztító tűzi. Alebo len do očistca. Tudjuk, hogy az nincs. Vieme, že ten není. A
Héten is hallottuk erről. Hej, cez týždeň sme o tom počuli. De szeretném a szívedbe, hogyha beengednéd, és a Szent Szellem teljesen meggyőzne arról. Chcel by som, ak by si sa ti dostalo do srdca a Duch Svätý ťa úplne presvedčil o tom, hogy a te sorsod már el van döntve. Že tvoj osud je už rozhodnutý. Nem most fog eldőlni. Nie teraz sa o ňom rozhodne. Ha szereted az Ura, ak miluješ Pána, szereted az igéje, ak miluješ Jeho slovo, ragaszkodsz hozzá, ak sa k tomu viažeš, már győztes vagy. Už si víťaz. Csak ne gyűlöld meg az Urat. Len neznenáviť Pána. És ne fordíts neki hátat. A neobráť sa mu chrbtom. Maradj meg. Ale zostaň. Z Úr jelenlétében. A v Pánovej prítomnosti. És az Úr győztesnek lát. A Boh ťa vidí ako víťaza. Erősnek lát téged. Ako silného. Bátornak lát téged. Ako smelého. Sikeresnek lát téged. Ako úspešného. Lenyűgöző személynek tekint téged. A pozerá sa na teba ako na očarujúci zjav. Egyszerűen az Úr nem is érti, mikor egy keresztény például fél. Boh dokonca ani nechápe, nerozumie tomu, že ako sa môže kresťan báť. Ez olyan, mint amikor te gyereked este fölkel. To je také, ako keď sa tvoje dieťa večer zobudí. És jön oda az ágyba. A ide k tebe do postele. Hogy ő fél. Že on sa bojí. No na fia, mit ő? A ty zapýtaš, a synu môj, čoho? Však som tu. Megvédelek. Ochránim ťa. Senki nem akar megtámadni. Nikto ťa nechce napadnúť. Még veszélybe se vagy. Ešte ani v nebezpečenstve nie si. De mégis így, hogy fél. Ale on predsa cíti, že sa bojí. És akkor oda akar jönni az ágyba aludni. A chce ísť tam medzi nás dvoch spať. És Isten is így csodálkozik rajtunk, mikor mi a félelmünket fogalmazzuk meg. Aj Boh sa takto čuduje, keď mu ukazujeme, vyjavujeme svoj strach. Szóval igazából nincs okod félni. Vraví nám, že v skutočnosti nemáš dôvod sa báť. De most beszéltem így a félelemmel kapcsolatosan. Ale teraz nedávno som rozprával o strachu. Képzeljétek el, on 110-szer van a Bibliában az, hogy ne félj. A predstavte si, asi tak 110-krát je v Biblii napísané, aby si sa nebal. Szerintem nagyon fontos üzenet a Bibliának. Podľa mňa je to veľmi dôležitým posolstvom Biblie. Ha csak valami 2-szer van a Bibliában, az már nagyon fontos. Už keď je niečo 2-krát napísané v Biblii, už to je veľmi dôležité. Csak ami 110-szer van benne. A ešte keď to je 210-krát. Plus többé számba, hogy ne féljetek, úgy legalább még 100-szor benne van. A plus v množnom čísle, aby ste sa nebáli, to je tam tiež asi 100-krát minimálne. 66 könyv van a Bibliába. Vieme, že 66 kníh má Biblia. Ezt elosztod, szinte minden könyvbe átlagosan 3-szor szerepel, hogy ne félj. Ak si to videlíš, tak v priemere v každej knihe sa to nachádza 3-krát, aby si sa nebal. És nagyon érdekes ez a földi élet. A veľmi zaujímavý je tento pozemský život. Lebo všetko, čo ťa obklopuje, je hrozbou na teba a chce ťa striasť. A aj najväčších Božích mužov bolo treba povzbudzovať, aby sa nebáli. Aj Mojžiša bolo treba povzbudzovať. Aj Abraháma. Aj Dávida. Aj Jozú. Veľký Boží mužovia. Mindegyiknek kellett mondani, ne félj! Každému bolo treba povedať, neboj sa, neboj sa, neboj sa! Neked is ezt kell mondani. Aj ty toto musíš povedať. Z embereknek. Ľuďom. És te se féljél. A ani ty sa neboj. Ha Isten azt mondja, hogy ne félj! Ak Boh povie, aby si sa nebál, akkor ne félj. Tak sa neboj. De olyan veszélyes. Ale také je to nebezpečné. Ne félj. Neboj sa. Emlékeztek, az Abcselbe van egy történet. Pamätáte si, v Skutku apoštola je napísané, je taký príbeh. Mondja, hogy ne menjenek a hajóra, mert nagyon nagy kár lesz. Ako Pavol hovorí, že nechoďte na tú loď, lebo bude veľká škoda. De hajós kapitány okosabbnak tűnt, azt mondta, hogy menjünk, jó lesz. Ale a lodný kapitán sa tváril, akože je múdrejší a povedal, že pome, však bude dobre. Tam olyan viharba kerültek, hogy nem láttak se az eget, se a napot, semmit, napokig. A potom sa dostali do takej búrky, že 2 týždne nevideli ani nebo, ani slnko, nič. És mondja, hogy már az életük felül is teljesen. Már lemondtak, hogy eztet nem élik túl. A je tam napísané, že už vzdali aj boj o svoj život, že toto určite nevyhrajú. De pánnak meglent az úr angyala éjjel. Ale Pavlovi sa zjavil Boží aniel v noci. Senki nem fog elveszni. A povedal mu, že nikto nebude senki zatratený. Nikto nezomrie. No, de ezt senki nem hitte el, no ale toto nikto tomu neuveril, len Pavol. És ezért fontos, hogy neked legyen kijelentésed. A preto je dôležité, aby si ty mal zjavenie. Nagyon nagy viharok vannak. Keď sú veľké búrky. Nagyon félelmetes tud lenni.
Môže to byť veľmi strašujúce. Nem tom volt azok már. Neviem, či ste už boli hajón, na lodi. Amikor nem láttál száraz földet se. Keď si ani nevidel pevninu. Ja nagy 5 méteres hullámok verték a hajó oldalát. A také 5 metrové vlny bili do boku lode. Jaký nem rutinos hajós. Ten, kto není cvičený námorník. A nagyon tud ilyenkor félni. Tak ten sa veľmi vie bať v takej situácii. Van neki meg a repülőn fél. Niekto sa zase bojí v lietadle. Nem mer fölmenni. Nechce do neho nasadnúť. Mert úgy érzi, nincs lába alatt talaj, akkor fél. Lebo cíti tak, keď nemá pevnú pôdu pod nohami, tak sa bojí. Van neki, ezért nem is repül. Sú takí, ktorí kvôli tomu ani nelietajú. Ez a fél. Bojí sa. Most van neki gyógyszerek, odaadják neki, azt akkor ügyesileg felmerülni. Vagy egy üvegbort. A sú také pilulky, ktoré mu dajú a potom je taký zmetený. Alebo pohárik vína. De így józanul félnek. Ale takto, keď sú triezvi, tak sa boja. Mert sok ember ezért alkoholizál, hogy a félelmét így győzi le. A aj preto to veľa ľudí alkoholizuje, lebo sa bojí. Týmto to potláča. És a keresztényeknek ezért nem kell iszákosnak lenni. A preto nemusia byť pijanmi kresťania, lebo sa nebojíš. Tak na čo máš piť? Ale toto hovorí aj písmo, že alkoholický nápoj dávaj tomu, ktorý je skrúšený srdcom. A situácia ostane taká istá, nemenná. Čak a gondolatait változtatja meg. Len jeho myšlienky to zmení. Bátorrá teszi. A spraví ho to takým silným, smelým. De semmi nem változott meg. Ale nič sa v skutočnosti nezmenilo. Itt is, a te életed, és mindegy, hogy a körülmény milyen fenyegető. Aj v tvojom živote je úplne jedno, akou hrozbou je tá situácia. Te nézz az Úrra. Ty sa dívaj na Pána. Isten igényére. Na Božie slovo. És a félelmet dob ki az életedből. A strach vyhadzuj zo svojho života. Ez Isten akarata. To je Božia vôľa. Neféj. Neboj sa. Csak higgy. Len ver. Soha. Nikdy. Senkitől. Od nikoho. Semmitől. Od ničoho. Nem kell félni a szüleitől. Nemusíš sa báť svojich rodičov. Nem kell félni a házastársattól. Nemusíš sa báť od svojho manželského partnera. A gyerekettől csak kell félni. Ani od svojho dieťaťa. Mondok jó hír. Poviem ti dobrú správu. Pastorottól csak kell félni. Ani od svojho pastora. Amen. Amen. Hát nem azért van, hogy téged gyötörjön, kínozzon. On tu není preto, aby ťa týral a trápil. Hanem, hogy áldásba segítsen téged. Ale aby ti pomohol k požehnaniu. Hallottam embereket, mondták, félnek tőlem. Počul som, že ľudia vravili, že sa ma boja. Tőlem. Odo mňa. Hát még a lédnek se artok. Však ani muche neublížim. Annak is azt mondom, hogy hes. A jej poviem len, že hes. A nem ütöm agyon. Ale nie zabijem ju, ani tu. De Isten embereit nem kell félni. Ale od Božích mužov sa netreba báť. És Istentől se kell félni. Ani Boha sa netreba báť. Az Isten félelem. A Božia bázeň. Az nem Istentől való félelmet. To není strach z Boha alebo od Neho. Hanem együttműködés jelent, engedelmessége. Ale znamená to spoluprácu a oddanosť. Šišnak a tiszteletét jelenti. A znamená to aj úctu k Pánovi. Amen. Amen. De nem ez a bénító rossz félelem. Ale není to tá skľúčujúca zlá sila, strach. Úgyhogy Isten így lát téged egy győztesnek. Takže Boh ťa vidí takto ako víťaza. Hegyet lapoztok az 1. János 5-höz. Ak si nalistujete 1. Jánovu 5. A 4. verszak és az 5. Mert mindez, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győz, ami legyőzte, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. 4. a 5. verš. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom a tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie je ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. Amen. Amen. Tehát te hiszed? Takže veríš? Ismer fel Istenbe. Rozpoznaj to v Bohu. A te fölemelkedésedet. Svoje povstanie. Isten a fölemelkedésnek az Istene. Boh je Bohom povstania. Azért jött be az életedbe. Preto prišiel do tvojho života. Azért akart kibékülni veled. Preto sa chcel s tebou zmieriť. Téged fölemelje. Aby ťa vyzdvihol, pozdvihol. Győztessé tegye. Aby ťa spravil ako víťazom. Nem azért, hogy most
megbüntessen. Nie preto, aby ťa potrestal. Meg tudta volna tenni annélkül is, hogy nem békül ki velünk. To by vedel spraviť aj bez toho, že sa s tebou nezmieri. Elég okot adtunk rá. Dali sme mu dosť a dôvodov na to. Ešte nem megbüntetni akar. Ale Boh ťa nechce potrestať. Ezt mondja az ige, hogy Jézus nem azért jött erre a világra, hogy megbüntessen bennünket. Slovo hovorí, že nie preto prišiel na túto zem, aby nás trestal. Ezért nem is kellett volna eljönni. Preto by ani nemusel chodiť. Az özönvízkor nem jött le Isten a földre. Pri potope Ježiš neprišiel na zem. Mégis nagyon sok embernek a halála, sok ember elpusztult a vízbe. A predsa veľa, mnoho ľudí zahynulo v tej vode. Utána Isten azt is megbánt, azt, ez egy durva, hogy ilyet még egyszer nem csinálok. A potom Boh aj toto olutoval, a, že niečo také spravil. De ott az emberek annyira eltértek attól az elhívástól, amit Isten teremtett őket. Ale tam tí ľudia sa natoľko vzdialili od toho povolania, na ktoré ich Boh stvoril. Egyszer Isten be kellett avatkozni. Že jednoducho Boh sa musel v tom angažovať. Ő az embert nem erre teremtette. Povedal, že on nestvoril človeka na toto. Hogy a perverz elfajzott életet élje. Aby žil perverzný a taký zvierací život. És Sándor erről beszélt. Aj Sándor o tom hovoril. Hogy nem is az erkölcsi bűnökkel volt a fő baj a Noé kortársainak. Že čo sa týka rovesníkov Noacha, nebol hlavným problémom a hriechy morálne. Hanem, hogy gonosz angyalokkal kerültek kapcsolatba. Ale to, že sa dostali do kontaktu so zlými anielmi. És ez erre mondta is nás, hogy ez teljes céltévesztés. A na toto Boh povedal, že toto je úplné minutie cieľa. Isten az embereket nem gonosz angyalokkal közösségre, hanem az Istennel való közösségre teremtett. Boh nestvoril ľudí na to, aby mali spoločenstvo so zlými anielmi, ale s ním. És ha te is Istene közösségbe akarsz élni, a ak ty chceš žiť v spoločenstve s Bohom, akkor Isten tökletes akaratát cselekszed meg. Tak a robíš dokonalú vôľu Božiu. Egyáltalán nem kell félned Istentől. A absolútne sa nemusíš Hospodina báť. Mert Isten is pont veled akar együtt élni. Lebo Boh chce žiť spolu aj s tebou. V miery. Örömbe. V radosti. Szeretetbe. V láske. Még egyszer szeretném elmondani. Ešte raz by som to chcel zopakovať. A kenet, a Szent Szellemnek az a kellemes, kedves jelenléte. A to pomazanie, ten milý olej Ducha Svätého. Az csak szeretetben, barátságos atmoszférában tud növekedni. Ten len v priateľstve, v príjemnej atmosfére dokáže rozrastať. Emberekkel is, de az Úrral való kapcsolatban is. Aj s ľuďmi, ale aj s Bohom. Ha az Úr felé szeretettel vagy, barátságosan, akkor jön rád a kenet. Ak si k Bohu milý, láskavý, tak prichádza na teba ha pomazanie. Ha feleségeddel békességben vagy, ak si v zmierení jön rád a kenet, egy nagyobb kenet lesz a házasságot. Manželkou, tak stále väčšie pomazanie prichádza na vaše manželstvo a stále bude väčšie. Ha egy barátoddal szeretetben vagy, akkor egyre nagyobb kenet lesz azon a barátságon. Ak si nejakým svojim kamarátom a v takéto milosti, tak stále bude prichádzať pomazanie ez na váš vzťah. Hogy a harag, a gyűlölet ne jöjjön be a szívünkbe az életbe. Preto je veľmi dôležité, aby nenávisť, aby hnev neprichádzal do nášho života, do nášho srdca. Mert ilyen atmoszférában a kenet nem tud növekedni. Lebo v takejto atmosfére sa pomazanie nedokáže rozrastať. Családod, vagy szeretnéd, hogy nagyobb kenet legyen, akkor ki kell szorítani a veszekedéseket, a haragot, az agresszivitásokat. Ak chceš, aby bolo väčšie pomazanie na tvojej rodine, tak musíš vytlačiť a všetok hnev, všetku zlosť. Ak chceš takú dobrú atmosféru stvoriť, tak toto musíš vytlačiť a oveľa väčšie pomazanie bude aj na tebe, na manželke, na deťoch. Gyülekezetekre is ez igaz. Toto je pravda aj na zbory. Állandó a veszekedés. Ak je na dennom poriadku hádka, akkor a kenet nem tud növekedni. Tak pomazanie nedokáže rásť. Ha vannak is ellentétek, ak aj sú nejaké rozpory, akkor is nem veszekedésekre tenni a hangsúlyt. Aj vtedy nie na problémy, na hádku treba dať dôraz, hanem arra, hogy Isten áldása növekedjen közül. Ale na to, aby medzi nami rástla Božia milosť. Mit pomazanie. Mit van? Ak mám pravdu. A feleségemmel, ha összeveszünk. S mojou manželkou, keď sa pohádame. Ő is ragaszkodik az igazához. Aj ona sa drží svojej pravdy a ja sa držím svojej. Végén a bíróságra kerülünk. Tak by sme sa nakoniec dostali až na súd. To mit írt az igazság? Tak čo nám pomohla pravda? Semmit. Nič. Amen. Amen. És a kenet szeretet atmoszférában növekszik csak.
A pomazanie dokáže rásť len v takejto dobrej atmosfére. Ezért sokszor még az ellenségeinkkel is nekünk szeretettel kell bánni. Ešte aj preto mnohokrát aj s našimi nepriateľmi musíme zaobchádzať priateľsky, s láskou. Jézus ezt mondta. Ježiš to povedal. Aki azt szereti, aki őt szereti, ezt meg tudja csinálni a farizeus is. Že ten, kto jeho miluje, tak to je v poriadku a toto musí spraviť aj s farizejmi. Amit ő, mi többek lehetünk. A od čoho môžeme byť viac my? Hogy akik velünk ellenségesek. Že tí, ktorí sú s nami v rozpore, azok felé hátke, barátságosak tudunk lenni. Tak aby sme vedeli byť aj voči ním priateľsky. Ezért a kenetből nem tudunk kiesni. A preto nevieme vypadnúť z pomazania. Zördög azért támaszt embereket, hogy ellenségesen bánjanak velünk. A diabol preto nám posiela do cesty ľudí, aby sme s nimi boli v hádke. Aby sme sa aj my stali takými, ako sú oni. Aby sme aj my vykonávali pomstu, aby sme boli plní hnevu. Ale zlo dokážeš poraziť dobrým. Ten, kto zlo chce poraziť zlom, hnev hnevom, tak na tom začína upadať milosť, pomazanie. A jeho duch vyschne, jeho srdce vyschne. Vyschne radosť z jeho srdca. A hovoril som, že evangelium je dobrá správa, radostná. A v koho srdci je radostná správa na prvom mieste. A z pomazania srdca vychádza slovo. Öröm lesz a fő jellemző arra a személyiségre. Tak radosť bude a prvotným znakom toho človeka. Mindenkiünk megy át nehézségeken, bajokon. Každý z nás prechádza ťažkosťami, problémami. Konfliktusokon. Cez konflikty. De mindig törekedned kell. Ale vždycky sa musíš snažiť o to. Hogy ne mérgezzenek meg téged. Aby ťa neotrávili. Én a 25 éves keresztény pályafutásom alatt. A ja počas svojich 25 rokov kresťanského života považujem za svoj najväčší úspech to, že ani dneska sa na nikoho nehnevám. Ale nie preto, že mi nikto nedal dôvod, aby som sa na ňoho hneval. A viacej desiatok ľudí mi na to dalo dôvod. Aby som bol hnevlivý, aby som sa na nich hneval. A keby som sa na neho hneval, mal by som úplnú pravdu. Lebo naozaj sa ku mne zachovali škaredo. Ale nie. Legtöbb keresztény, väčšina kresťanov, mindenkit szeret. Každého miluje. Csak az az egy ne lenne. Len ten jeden, keby nebol. És neked azt az egyet kell kezelned. A ty musíš riešiť toho jedného. Egy ember se legyen. Aby ani jeden nebol. Aki beakadt. Ktorý sa ti tam zasekol. És ott szokták mondani, se kiköpni, se lenyelni nem tudtad. A ako sa zvykne hovoriť, ani vypluť, ani spolknúť si ho nevedel. Én ezért tartom magam sikeresnek. Preto sa ja považujem za úspešného. Italok előttetek. Stojím tu pred vami. Zúr előtt. Pred pánom. Őszinte szívvel mondom. A s dobrým srdcom vám hovorím. Nem haragszok egy emberre. Že neprechovám hnev k nikomu. Nem gyűlölök egy embert. Nenávidím ani jedného človeka. Nem kéne sok, hogy gyűlöljek egy embert. Nem kéne sok, csak egy kis parasz hajszál. Nebolo by treba veľa nenávisti, stačila by štípka. De nem. Ale nie. Ez csak Isten tudta megcsinálni vele. Toto len Boh dokázal spraviť so mnou. Én is szerettem haragudni. A ja som sa rád hneval. Gyűlölködni. Nenávidel. Bosszút állni. A pomstichtivý som bol. De ezt az Úr munkája ki. Ale toto vypracuje Pán. Most is vannak ember, akik bántanak engem. Aj teraz sú ľudia, ktorí mi robia megaláznak, zlé, ktorí ma ponižujú, meglopnak, ktorí megcsalnak, ma okradnú, becsapnak, ktorí ma zvedú, ktorí ma mi robia zlé. De megtanultam azt az igét. Ale naučil som sa to slovo, Isten mond, ktoré hovorí Boh. Ne álljatok bosszút magatokért, szerelmesei. Že aby ste nevykonávali pomstu pre vás, ktorí ste zamilovaní. Hanem adjatok helyet az isteni bosszúállásnak. Ale dajte priestor Pánovi, ktorý za vás vykoná pomstu. Nem vagyunk kiszolgáltatva az ellenségeinknek. My nie sme bezbranní pre nepriateľov. Nem vagyunk bolondok se. A nie sme ani blázni.
amikor belénk rúgnak, akkor is mondjuk, hogy jaj, de jó volt. Že keď do nás kopnú, tak vravíme, fú, aké dobré to bolo. Mert egyáltalán nem jó. Lebo vôbec to není dobré. Az óemberünk már rúgna vissza. Náš starý človek by okamžite vracal. De azt mondja, zúr, ne álljál bosszút. Ale Boh hovorí, že žiadnu pomstu netreba. Majd én bosszút állok. Ja budem mať svoju pomstu. Akkor jó. Tak je dobré. De ty ne álljál bosszút magadé. Ale ty za seba nerob pomstu. Nagy dolog, aki meg tudja csinálni. To veľká vec, keď to niekto dokáže spraviť. Kell a türelem is. A treba k tomu aj trpezlivosť. Úgy érzed, hogy Isten nagyon lassan áll bosszút. Lebo my to tak cítime, že Boh svoju pomstu vykonáva tak pomaly. Gyorsabban súcsol le az úr. Rýchlejšie nek udrie pán. Míg most se ütte agyon az úr. Ešte ani teraz ho nerozkopol. Nyugodj meg. Ukludni sa. Te nem tudsz úgy bosszút állni magadért. Ty nevieš vykonať takú pomstu za seba. Hogy Isten bosszút fog állni a te ellenségedre. Ako dokáže spraviť Boh na tvojom nepriateľovi. Én nem lennék az ellenséged helyébe. Ja by som nechcel byť v koži tvojho nepriateľa. Nagy bajba van az. Lebo je vo veľkom probléme ten, aki az Istennek a bosszúállásával fog találkozni. Ktorý sa dostane a pod kliatbu Božiu. Ezért ne bánts meg az Isten embereit. Preto a nerob zle a Božím mužom. Az Isten gyermekeit. Božím deťom. Mert azokért az Isten harcol. Lebo za tých bojuje Boh. Nem hagyja őket kiszolgáltatni. A nenechá ich len tak. Védelem alatt vagy. Si pod ochranou. Ezért ne félj. Preto sa neboj. Ne izguj. Nebuď roztrasený. Z úr jót végzett felőled. Boh s tebou zamýšľa dobre. Úgyhogy lásd takže, meg, hogy Isten téged győzelemre hívott el. Vidj to, že Boh ťa povolal na víťazstvo. És sikeres vagy már most. A už teraz si úspešný. És hiszem. A verím. Hogy amit már itt Isten elvégzett. Že to, čo tu už Boh vykonal. És őszintén mondom. A hovorím vám to s úprimným srdcom. Hogy az elmúlt 15-20 évben, mi utol látom, hogy az úr hogy munkálkodik itt Szlovákiában. Že za posledných 10-15 rokov, ako tu pracuje pán na Slovensku. Az összes nehézség ellenére is. Aj napriek všetkým protivenstvám, ťažkostiam. Nagyon nagy öröm van a szívemben. Mám veľkú radosť vo svojom srdci. És nagyon jó látni. A je veľmi dobre vidieť, hogy Isten építi a gyülekezeteket. Že pán stavia svoje zbory. Szereti az úr Szlovákiát. A miluje Boh Slovensko. Szereti a szlovák embereket. Miluje slovenských ľudí. Nekem ezt az úr többször megmutatta. Mne toto pán ukázal už viackrát. Azért is vagyok itt most is. A preto som tu aj dnes. Mert ebbe hiszek. Lebo v toto verím. És szeretném elmondani. A chcel by som povedať, hogy Isten nagyra értékeli a te szolgálatodat, a te munkádat. Že Boh vysoko oceňuje tvoju službu, tvoju prácu. És most lehet ez ilyen furcsán fog hangzani. A možno to vyznie tak divne. De én szeretném megköszönni mindegyikőtöknek. Ale ja by som sa chcel každému z vás poďakovať. Az Úr Jézus nevében. V mene Pána Ježiša Krista. Mintha ő maga köszönné meg. Ako keby on ďakoval. Amit te beletettél a gyülekezetépítésbe. Čo si ty vložil do stavby zboru. Do svojej služby. Emberek fele való szolgálatba. Do služby voči ostatným ľuďom. A do modlitieb. Do pôstov. Isten keresésébe. Do hľadania Pána. Isten azt üzen neked, hogy ő ezt nem felejtette el. Boh ti odkazuje, že on na toto nezabudol. És hálás érted. A je veľmi vďačný za to. És értékeli a szolgálatot. A veľmi to oceňuje, tvoju službu. És ne hagyd abba. A neprestaň s ňou. A jutalmat megvan. Lebo tvoja odplata, nem odmena. Nem hiába való az Isten szolgálata. A ťa dostihne. A není služba vôbec márna. És jó látni Szlovákiában. A je veľmi dobre vidieť tu, na Slovensku. Megváltozott életet. Veľa zmenených životov. Látik rajtatok. Je na vás vidno. Szeretek az urat. Že milujete pána. Nem a bűn után futkoztok. A nebeháte za hriechom. Fiatalok is. Aj mladí. Nem a drog. Nie za drogami. Nem az alkohol. Nie za alkoholom. Nem a poráznosság. Nie za nem a disco, a fő. Sexuálnymi hriechmi. Nie za diskotékami. Nem ezek a fő mozgatórugók az életetekben. Nie, toto sú hlavné a hýbajúce sily vo vašom živote. Akorátok szolgálni. Ale chcete slúžiť pánovi. Sok jó bizonságot hallottam, sok gyógyulásról, szabadulásról. A veľa dobrých svedectiev, uzdravení a oslobodení som počul. És ezek mind mutatják, hogy jó az irány. A tieto všetky ukazujú na to, že je dobrý smer. Jó az irány. Máte dobrý smer. Isten itt van. Boh je tu. És munkálkodik. A pracuje. Ezt neked is fel kell fedezni. Aj ty toto musíš objaviť. Tudjátok, az egyháznak az egyik szimbóluma a bárka, a Noé bárkája, és mondják, hogy megmenekült, és viete, gyakorlatilag
Az egyház is így fog megmenekülni. Viete, že jeden zo symbolov zboru alebo cirkvi je Noémova archa, tak ako aj on zachránil proste vyvolených, tak aj Boh zachráni cirkev. És azt gondolom, hogy itt Szlovákiában is, hogy Magyarországon a hit gyülekezetére, azt gondolom, hogy teljesen igaz. A tak ako aj tu na Slovensku, na slovenské zbory, takisto aj na hit gyülekezete v Maďarsku si myslím, že je to pravda. A že na každý miestny zbor je to tiež pravda. Jo, ja mind egy hajó. Že je ako jedna loď, ami úszik a tengeren, ktorá sa plaví po mori. De tudjátok, a hajók mindig veszélyben vannak. Lebo viete, že lode sú vždycky v nebezpečenstve. Minél messze van a szárazföldtől, annál nagyobb a veszély. Čím ďalej je od súše, tým je vo väčšom nebezpečenstve. És főleg a vihar támad, nagy szelek vannak. A hlavne vtedy, keď sa rozbúri a rieka či a more a je veľká výchrica. Akkor nagyon nehézkes az utazás. Tak je veľmi ťažké napredovať, cestovať. És ilyen a gyülekezeteknek is a sorsa a földön. A takýto je osud aj zborov na zemi. Slovákiában is. Aj na Slovensku. Magyarországon is. Aj v Maďarsku. Hogy a körülmények, že okolnosti nem kedveznek. Nie sú priaznivé. Nem hátszelünk van. Nemáme dobrý vietor do chrbta. Hogy segítenének bennünket, hogy egyre jobban csináljuk a dolgunkat. Že by nás pomáhali, aby sme robili naše veci čoraz lepšie a lepšie. És ebben ne keseredjél meg. A ty sa neskormuť z tohto. Egész föld életedben. V celom tvojom pozemskom živote. Szembe szélbe kell menni. Musíš ísť proti vetru. Ebben ne keseredjél meg. A nestráp sa s tým. Lássad. Ale vidť to. Ezért nem szólt, hogy féljél. Preto sa nesmieš báť. Ezért, hogy bátorságot vegyél. Preto musíš vzať smelosť. Erre is többször búzít az igaz. Légy bátor. Aj na toto som vás viackrát pozbudzoval, aby ste boli smelí. Aj toto je viac ako stokrát napísané v Biblii. Tehát a körülmények nem kedveznek a bárkának, a hajónak. Čiže okolnosti nie sú priaznivé pre archu, pre loď. De hajó halad. Ale loď stále napreduje na vode. A cieľ felé. A smerom k cieľu. Míg až se zavarjon meg. Nech ťa nie zmiatne ani to. A pillanatnak úgy tűnik, hogy teljesen más irányba megy a hajó. Keď momentálne to vyzerá tak, že tvoja loď absolútne nejde tvojim smerom. Nem vagyok nagy hajós. Nie som veľký námorník. De azt tudom. Ale viem. Hogy van olyan, hogy szembe szél fúj. Že je také niečo, že vietor fúka oproti. És gyakorlatilag a hajót ugye visszafele nyomná. A loď tlačí ako keby dozadu. De mégis a profi kapitányok, hajósok. Ale predsa profesionálni kapitáni. Szembe szélbe is. Aj keď ide vietor oproti. Tudják az irányt tartani. Dokážu držať kurz. A célt el fogják érni. A dostanú sa do cieľa. És ezt egy hajós barátomtól hallottam. A toto som počul od jedného svojho kamaráta, námorníka. Ilyenkor a hajót, že vtedy loď, ilyen Z-betű formába kell vinni. Treba v takej Z-kovej forme tlačiť dopredu. De mégis abba az irányba halad. Ale predsa ide do toho smeru. De ehhez már kell tudni manőverezni. Ale k tomu treba vedieť aj manévrovať. Melyik kanyarba áll most a hajó, az ne foglalkozz vele. Nezaoberaj sa s tým, že v ktorej zákrute sa momentálne loď nachádza. Szeretném elmondani. Jó az irány. Chcel by som ti povedať, že smer je dobrý. Mere menj felé haladni. Lebo smerujeme do neba. Amen. Amen. Mert amíg megtérnek az emberek, lebo kým sa ľudia obrátia, meggyógyulnak, megszabadulnak, kým sa uzdravia, oslobodia, znovu zrodia od vody, naplnia sa Duchom Svätým, és Urat akarják szolgálni, a chcú slúžiť Pánovi, az jó irány. To je dobrý smer. Ebbe az irányba kell haladni. V tomto smere treba pokračovať. Minden gyülekezetnek. Každý zbor. Körülmény nem kedvez. A okolnosti nie sú priaznivé. Sőt, fel akarja borítani az egész hajót. Dokonca chcú celú loď prevrátiť. De az Úrral győztesek fogunk lenni. Ale s Pánom budeme víťazi. Ezért mindig fontos. Preto je vždycky veľmi dôležité. Hogy Isten kegyelméből. Aby z Božej milosti. Lássad, hogy célba fogunk érni. Si videl, že sa dostaneš do cieľa. Ezért lehet örülni ma, barátaim. A preto sa môžeme aj dneska radovať. Nem azért örülünk. Nie, preto sa radujeme. Mert minden rendben van. Lebo je všetko v poriadku. Nincs minden rendben. Není všetko v poriadku. De ma se azért jöttem ide Pozsonyba. Ale ani dneska som preto neprišiel sem do Bratislavy. És felsorujem az Adriánnak a hibáit. Aby som Adriánovi vyrozprával všetky jeho chyby. Vagy egy másik szolgáló testvérnek a hibáit. Alebo inému slúžiacemu bratovi jeho chyby. Vagy a kamerásoknak a hibáit. Alebo kameramanom ich chyby, že prečo tak držia kameru. Hanem azért jöttünk, hogy egymást erősítsük, hogy jó az irány. Ale prišli sme preto, aby sme jeden druhého pozbudzovali, že máme dobrý Amíg smer. Amíg szereted az Urat, jó az irány. Kým miluješ Pána, máš dobrý smer. Amen. Amen. Amen.
És ne a hibákra nézzetek. A nedívajte sa na chyby. Hanem örvendezzünk. Ale tiežme sa. Hogy a megváltunk felé haladunk. Že smerujeme k nášmu spasiteľovi. Semmik ebbe kell egymást erősíteni. A v tomto musíme jeden druhého utvrdzovať, posilňovať. Hogy van megváltunk. Že máme osloboditeľa. Kristus. Krista. És felé haladunk. A smerujeme k nemu. Egyre jobban szeretjük őt. Stále viac a viac ho milujeme. Egyre jobban szolgáljuk őt. Stále lepšie mu slúžime. Amen. Amen. Egyre közelebb leszünk hozzá. Stále k nemu budeme bližšie a bližšie. És nagyon közel van az Úr visszajövetele. A Pánov príchod je veľmi blízko. És meg fogod látni őt színről színre. A budeš ho vidieť tvárou tvár. Úgy, ahogy ő van. Tak, ako on je. Sokszor örülünk. Veľakrát sa radujeme, látunk, že keď vidíme niekoho, nejakého človeka. Én őszintén örülök mindegyikőtőnek, de különösen az ismerős arcoknak, akiket ma látott az ember, aznak, hogy mindig jobban örül, hogy megint látja. Ja sa teším každému z vás, ale predsa tie tváre, ktoré už človek pozná, tým sa teší troška viac a ja sa tak teším vám, ktorý Amen. Už poznám. Amen. És így leszünk az Úrral is. A takto budeme aj s Pánom. Nagyon nagy öröm lesz. Bude to veľká radosť. Akkor bejutunk a mennybe. Keď sa dostaneme do neba. És szeretném elmondani nektek, a chcel by som vám povedať, hogy az Úr a mennybe, že Pán v nebi tárt karokkal fog várni. Nás bude čakať s otvorenou náručou. Képzeld el. Predstav si to. Nem az van, no, mi csak most jöttél. Nebude to, že no, prišiel si len teraz. De lassú vóta. Jaký si pomalý. Meg hogy sántítasz. A ako krívaš. Mennyi hiba van rajtad, a ruhát hogy ki van szakadva. Koľko máš chýb na sebe, aké máš roztrhané šaty. Nem szépre hányásokkal fog várni. Nebude ťa čakať s výčitkami. Tudod, mit fog mondani? Vieš, čo povie? Megmondjam neked. Mám ti to povedať? Én tudom. Ja viem. De te is. Ale aj ty. Ha olvasd a Bibliát. Ak si čítal Bibliu. Azt fogja mondani. Povie ti. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Veľmi dobre, môj verný a spravodlivý služobník. Kevesen voltál hű. Bol si verný v málom. Sokra bíznak ezután. Ustanovím ťa nad mnohým. Menj be a te atyádnak az örömébe. Vojdi do lásky svojho Pána. Ez fogja mondani az Úr. Toto povie Pán. Tavaly az ima táborba. Minulý rok v modlitebnom tábore. Nem tudom, meséltem, de az álhatatosságról volt szó. Neviem, či som už o tom rozprával, ale bola reč o pokáni. Az idén meg a szorgalmasságról. A tento rok bola reč o usilovnosti. Minden kettő nagyon fontos. Obidve veci sú veľmi dôležité. De tavaly az ima tábor az utolsó nap. Ale minulý rok, a posledný deň modlitebného tábora. Azon gondolkod, hogy hogy lehetne az álhatatosságot az embereknek úgy megragadhatóvá tenni. Som rozmýšľal nad tým, že ako sa dá toto približiť ľuďom. És azt találtuk ki, a vymysleli sme to, hogy csináltunk egy nagy túrát, že sme spravili jednu veľkú túru, kettőt is, dokonca dve. Volt egy 30 kilométeres. Bola jedna 30 kilometrová. Az edzettebbeknek. Pre tých trénovanejších. És 20 kilométeres. A 20 kilométrová. Akik kevésbé voltak edzettek. Ktorí boli menej trénovaní. De azon gondolkozunk, mi legyen az a távolság. Ale rozmýšľali sme o tom, že čo by mala byť tá vzdialenosť. Hogy az álhatatosság üzemmód bekapcsoljon. Aby ten vytrvalostný mód v človeku sa zapol. Tudod, mikor kapcsol be? Vieš, kedy sa to zaplo? Amikor azt mondod, elegem van. Keď si povedal, že už mi stačilo. Én nem megyek tovább. Ja už nejdem ďalej. A mindenem faj. Už ma všetko boli. Akkor is hülye voltam, amikor elindultam. Už vtedy som bol blázon, keď som vyrazil. Én soha többet ilyen hülyeséget nem fogok dönteni. Už nikdy viac takúto blbosť nespravím. Ez teljesen rendben van. Toto je absolútne v poriadku. Csak a kérdés az. Len otázka znie tak. Hogy ilyenkor mit csinálsz? Že v takomto prípade čo spravíš? Föladod-e? Že či to vzdáš? Vagy mész tovább? Alebo ideš ďalej? A keresztények? Kresťania? Mindig mennek tovább. Vždy idú ďalej. Soha nem adják föl. Nikdy to nevzdajú. Miért? Prečo? Mert megtanulták az álhatatosságot. Lebo sa naučili vytrvalosti. Az álhatatosságot. Vytrvalosť. Isten téged is meg akar tanítani. Boh aj teba chce naučiť. És itt a Róma levélben, a v liste Rímanom, az ötödik részben, v piatej kapitole, azt mondja, hogy je napísané, itt mondja a harmadik versekben, hogy tretieho verša, tam hogy, hovorí, že sőt, nem csak erre, azt mondja, hanem még nyomorúságra is büszkék vagyunk, mert tudjuk, hogy a nyomorúság álhatatosságot hoz létre.
No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Az állatotosság pedig kipróbáltságot. A vytrvalosť k skúsenosti. A kipróbáltság pedig reményt. A skúsenosť k nádeji. A remény pedig nem hagy cserben. A nádej neklame. Mert Isten szerelme szívünkre kitöltetett. Lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrz Ducha Svätého. Kérdeztem az embereket, amikor jöttek be. Pýtal som sa ľudí, keď vchádzali. Hogy no bekapcsolta náluk az üzemmód, az állhatatosság. Že či sa už u nich aktivoval ten mód vytrvalosti. Volt taký, mondta, már 10 kilométerné. A volt taký, ktorí povedali, už na 10 kilometroch. Volt taký, mondta, ő csak 20-na. Volt taký, ktorí povedali, že on len pri 20-tich. És volt olyan. A bol aj taký. Ez de fiatal ember volt. Bol to taký mladý človek. Mondta, ő neki az utolsó 500 méteren kapcsolt csak be. Že u ňoho to zaplo až posledných 500 metrov. Majdnem végigfutt, úgyhogy nem kellett állatotosnak lenni. Skoro to dobehol tak, že nemusel nad tým vôbec premýšľať a zapracovať na sebe. De ez személyenként más ez a távolság. Ale táto vzdialenosť sa líši osobou. És ezt a hosszú táv futóktól lehet megtanulni az állatotosságot. A toto sa dá naučiť, túto schopnosť od dlhých bežcov na dlhú trať. Egy ultramaratonista futó, mondta, aki 160 km futott. A jeden ultramaratonista, ktorý bežal až 160 kilometrov, povedal, mondja, érezte 80 kilométerni, hogy baj van. Že cítil, že pri 80-ke, že už je problém. A sa neviem, ma úď fajt o lába, ahoď čak 120 násokot. Lebo už tak ho boleli nohy, ako ho zvykli len pri 120-tich. És ezek a hosszú táv futások mindig, azért futnak mindig egyre hosszabbat, mert a rövidebb már nem fáradtak el tőle. A títo dlhí bežci preto bežia stále dlhšie a dlhšie trate, lebo pri tých limitoch, čo mali minule, už nedokážu získať tú vytrvalosť. De akik ilyen maratont futnak, ale tí, čo bežia maratón, azt mondják, hogy azoknál az embereknek, akik a 42 etapot futnak, azoknál is 33-35 között mindig van egy holdpont. Že aj tí, ktorí bežia tých 42 aj dačo kilometrov, je ten mŕtvý bod medzi 30 a 45 kilometrami. Ha azon átesik, akkor már befut a célba. A keď dokáže toto prekonať, tak už dobehne do cieľa. De legtöbben ott adják föl. Ale väčšina to vzdáva tam. Magyarországon vannak ilyen 100 kilométeres túrák. V Maďarsku sú také 100-kilometrové túry. Ilyen teljesítmény túrának hívják. A nazývajú sa výkonnostné túry. 24 óra alatt meg kell csinálni 100 kilométer. Za 24 hodín je potrebné spraviť 100 kilometrov. Itt vannak ilyenek? Sú tu takí. Voltatok ilyenek? Boli ste na takej? Kigyalogolt már 100 kilométert egy nap alatt. A je tu niekto, kto už prepochodoval 100 kilometrov za jediný deň? Nagy szeretettel elküldölek benneteket. S veľkou láskou vás posielam. Magyarországon az 50%-a feladja közbe. A v Maďarsku asi 50% pri polovičke vzdáva. De volt olyan év is, hogy 70%-a feladja közbe. Ale boli už aj také roky, kedy to 70% ľudí vzdalo. Hát baromi nehéz, hát mindenki elfáradt. Je to strašne ťažké, každý sa unaví. Egyszerűen, hát csak egy maraton futásnál 30 000-szer csapódik hozzá láb az embernek a talaj. Abo napríklad len pri maratóne 30 000-krát už udrieš nohou o zem. És tudnotok, hogy futásnál a testsúlynak a 7-szerese csapódik be. A viete, že matematicky pri behu je to 7-násobok váhy človeka. Tehát mondjuk egy 70 kilós embernél is, csak 500 kiló csapódik be mindig a bokájára, a térdére, 30 000-szer. Aj pri 70 kilovom človeku, pri každom dopade nohy je to okolo 500 kilogramov, čo dopadne na zem. Tá záťažná. Persze, hogy elkezd fájni előbb. Na kolena a tak ďalej. Samozrejme, že to skôr či neskôr začne bolieť. Tak középkorban így kínozták az embereket. V stredoveku takto mučili ľudí. Hogy kanállal ütögették a hasukat. Že lyžičkou im udierali brucho, asi takto. És olyan gyulladások jöttek létre, olyan betegségek, hogy meghaltak be. Také zápaly dostali, že zomreli. És nem erősen ütték. A ne udierali ich vôbec silno. Csak sokáig. Len dlho. És így lehetett megölni embereket úgy, hogy közben nem kellett leszúrni, és nem volt nyoma, hogy miben halt meg. A takto sa dalo zabiť ľudí bez stopy, že nič na ňom nebolo fyzicky vidno. De most nem ötletet akartam adni. Ale teraz vám nechcem dávať nápady. De a lábunk is ilyen. Ale aj naša noha je takáto. Hogy
Hogyha szaladsz, že keď bežíš, egy ponton elkezd fájni. V určitom bode ťa začne bolieť. Az a különbség az edzettségünk között. A rozdiel v našom trénovaní je to. Van akinek ez ma 500 méternél jelenkezik. U niekoho sa toto zjaví pri 500 metroch. Van akinek csak 5 kilométernél. U niekoho po 5 kilometroch. Van akinek meg 50-nél. U niekoho po 50 kilometroch. Ezek a különbségek. To sú rozdiely. De olyan nincsen. Ale takéto, takého niet. Nincs olyan ember, akinek sehol nem fáj, soha. Neexistuje taký človek, ktorého nikdy nič nikde nebolí. Én azt is csodának tartom, valaki úgy elfut 100 kilométert, hogy meg se fájdult a lába. Az nagyon komoly edzettséget kell. Ja veľmi obdivujem aj takých ľudí, ktorí zabehnú 100 kilákov a neboli ich nohy proste. De ezek meg 150-et futnak. Ale títo zvyknú behávať 150. Mert szeretik, ők se fáj. Lebo ľubia aj oni, keď to boli. És van egy barátom, aki megtért az úrhoz, ilyen nagy futó. A mám jedného takéhoto kamaráta bežca, ktorý sa obrátil. És egyszerű prédikálta. Raz som takto kázal. És kérdeztem tőle, hogy mi nem adja föl, ha ma fáj a lába. A pýtal som sa ho počas kázne, že prečo to nevzdáš, keď ťa nohy bolia. No ma nem bír lépni. Že už nedokážeš zdvihnúť nohu. Už máš vredy, už vyrážky. Už tam máš... Le vám ragasztva. Minden izülete fáj. Každý kolb ťa bolí. Minek beď ma tovább? Na čo ideš ďalej? A sondia. Povedal mi. Hát, hogy beérjen a célba. Aby som sa dostal do cieľa. Hogy ez nekem nem ütött eszembe mondani? Že ma to nenapadlo. Képzeld el, azért fut, hogy beérjen a célba. Predstav si, že beží preto, aby sa dostal do cieľa. És egyszer volt egy ilyen 100 kilométeres túrának a céljába. A raz bolo pri takejto 100-kilometrovej túre v cieli. Reggel, szombaton reggel indultak. Sobotu ráno išli, začínali. 6-7 óra között. Medzi 6 a 7. És vasárnap reggel 6-7 óra között legkésőbb be kellett érni. A v nedelu medzi 6 a 7 ráno najneskôr bolo treba dobehnúť. És lementünk oda, mert a fiam is indult. A prišli sme na miesto, lebo aj môj syn išiel behať. És reggel így jöttek az emberek így. Ráno ľudia prichádzali asi takto. Mi meg akartuk buzdítani őket. A my sme ich chceli pozbudzovať. Mondjuk hajrá! Poďme. Ma nem sok van hátra. Už není toho veľa. Kitartás. Vytrvalosť. Me. A oni len takto išli. Rám nézett. Pozrel sa na mňa. Nem volt ereje meg se szólalni. Ani na to nemal silu, aby sa vôbec niečo povedal. Láttam nechce, že vlastne tam, no takarodj innen. A videl som mu na očiach, že mi vraví, že vypadni odtiaľto. Nem volt erejük megmozdulni, csak így mentek. Nemali silu už nič povedať, len takto sa zviechali. Ako droidy. Félelmetes volt. Bolo to strašne smiešné. Amikor beérkeztek, kaptak egy nagy gulyásleves, meg két ilyen fánkot. A keď dobehli, dostali obrovský tanier gulášu a dve zákusky. És nem egy, többi, vagy 500-an voltak benne, a elég nagy terem asztalna ülnek. A bolo to dosť veľká hala, asi 500 ľudí tam sedelo. Megette a levest. A už dojedol polievku. És ma a fánkot akarta enni. A už chcel zjesť zákusok. És elaludt közben, így volt. A zaspal popri tom, ako to chcel zjesť. És ilyen volt, vagy 15 legalább. A minimálne 15 ich tam bolo takých. A nem bírta megenni. Nedokázal to ani zjesť. Annyira ki volt. Tak bol vyčerpaný. És ezen gondolkoztam. A nad týmto som rozmýšľal. És ez a barátom mondja, hogy ő... A tento môj kamarát vraví... Meg tudja mondani. Že on vie povedať... Hogy ki adja föl... Že kto to vzdá... És ki ír be a célba. A kto sa dostane do cieľa. Nagyon sokan föladják. Veľmi mnoho ľudí to vzdá. A hosszú távfutásba. Aj čo sa týka behu na dlhú trať. Ak má zlý deň, ak sa dobre nepripravil, mentálne, alebo fyzicky, hociako... akor ezt nem tudja megcsinálni az ember. Mindig nem tudja megcsinálni. Tak to nedokáže proste spraviť. A nikto to nedokáže spraviť za každým. Van, aki 80 kilométer neadja föl. Niekto to vzdá pri 80-ke. Van, aki má 50-nél. Niekto pri 50-ke. És ez a barátom mondja, a tento môj kamarát vraví, hogy ő, amikor futók jönnek, vagy ezek a gyaloglók, že keď prichádzajú tí bežci, alebo už skôr lehet látni, len prichádzajú, je vidno, že kto je ten, ktorý to vzdá. Ő meg tudja mondani egész pontosan. A on vie presne povedať, že ktorý z nich to ez vzdá. Ez az ember még 5 kilométer fog menni, ott fogja feladni. Tento človek pôjde ešte 5 kilometrov a potom vzdá. Ez még 20 kilométert el fog menni, de utána föl fogja adni. Tento prejde ešte 20, ale potom to vzdá. És annak lesz, hogy ez be fog érni a célba.
A niekoho na niekoho povedal, že tento dobehne do cieľa. A pýtam sa, odkiaľ to vieš? Má to napísané na tvári. Ako je to možné? Jednoducho je vidno tá bolesť na jeho tvári. Lebo každého bolia nohy. Každého. A to je jedno základné pravidlo. Pri týchto ultramaratóncoch. Že nesmieš zastaviť. Spomaliť áno, ale zastaviť nesmieš. Lebo keď zastavíš, sadneš si, nepostavíš sa už. A bol taký, ktorý mi to rozprával, že on to nevedel, zastavil sa a bolo dobre si odpočinúť. A čím máš unavenejšie nohy, čím lepšie ťa bolia, tak stále cítiš to, že stále pomalšie by si mal. Menšie by mali byť kroky. A v skutočnosti bolo by treba zastaviť. Toto ti odkazujú nohy. A na čo by som mal ísť ďalej, keď ma všetko bolí? Lebo kým ma boleli len členky, tak dobre, poďme ešte ďalej. Ale už aj kolená ma bolia. Už aj bok ma bolí. Už aj krk ma bolí. Na čo mám ísť ďalej? Aby si sa dostal do cieľa. A to mi hovorí tento kamarát, že každý má bolesti. Aki 100 km el csak megy gyalog, ott nincs olyan, hogy nem is fáj, nem is érez semmi fáj. Dokonca aj ten, ktorý by len pešo prešiel 100 km, neexistuje nikto taký, ktorého by niečo nebolelo. Azokból lesznek ilyen ultramaraton futók, a z tých budú takíto ultramaratonskí bežci, megtanulják és meg tudják csinálni azt, ktorí sa naučia a sú schopní, dokážu spraviť to, hogy a fájdalomról, že z bolesti leveszik a figyelmüket. A vezmu svoju koncentráciu. A célra koncentrujú. A koncentrujú sa na cieľ. Aki a fájdalomra figyel, ten, kto sa sústredí na bolesť, az fölfogjadni. Ten to vzdá. Ez látszik az arcán. A toto je mu napísané na tvári. Je to na ňom vidno. Minél jobban szenved, čím viacej trpí, kiül az arcára fájdalom, o to viac mu vidno na tvári bolesť. Az mutatja, hogy onna jobban figyel rá, tak ukazuje, že ako veľmi sa na tú bolesť sústredí. A tento už skôr či neskôr zdá. Preto na takéto preteky a zvykli hovoriť, usmievaj sa. Aj vtedy, keď ťa to bolí. A hlavne, keď sú preteky. Týmto dokážeš aj protihráčov proste znervoziť. Že ty si ešte v pohode feladni, ty a nevzdáš to, ty to vzdáš. A nepozerajme sa na bolesť. Aj pozemský život je takýto. Nie sme tu veľa času, nejakých 70-80 rokov. Ale také neexistuje. 70 a tých 80 rokov je bohate stačí. To je fájdalmat összeszedni. Aby si pozbieraj viacej bolesti. It five. Tu boli. It five. Tu boli. Išme teraz tá vice. Poznáte ten vtip? Ej, ľudia zembe. Ma napadlo teraz. Bemeď a báči a z orvožos. Príde starček k lekárovi. Súde doktoru. A vraví mu, že pán doktor. Ha itňomu mek. Keď si to tu potlačím. It five. Tuto to boli. Ha itňomu. Ak si to tu tlačím. It five. Tak tuto to boli. Ha itňomu. Ak tu. It five. Tak tam ma boli. Nem tudia mi a bajom. Neviete, aký je môj problém? De, ale áno, törva az ujja. Máš zlomený prst. Úgyhogy ez most jutott eszembe. Nem volt benne tuzenetve. Nebolo to v mojich poznámkách, to ma len napadlo, hej? Tehát mindenkinek lesz fájdalom. Takže každý bude mať bolesti. Isten nem ígérte meg. Boh nezaslúbil, že tak dokážeš prebehnúť svoj pozemský život, že nikto ti nikdy žiadnu bolesť nespôsobí. Toto nie je otázka. Budeš mať bolesti aj ty. Otázka znie,
arra nézel, hogy milyen fájdalomért. Budeš sa dívať na to, že aká krivda, aká bolesť ťa zasiahla. Vagy a célra. Alebo sa budeš dívať na cieľ. Ahol Jézus vár tárt karokkal. Kde ťa Ježiš čaká s otvorenou náručou. Ez a feladat. Toto je úloha. És tavaly az ima táborba, a minulý rok na modlitevnom tábore, életem egyik legnagyobb színdarabját előadtam. A som predvedol jednu zo svojich najväčších vystúpení svojho života. Én voltam Jézus. Ja som bol Ježiš. Én vártam a célba az embereket. Ja som čakal v cieli ľudí. Én kitaláltam, hogy mindenki túrázza 30 kilométert. Ja som vymyslel, aby každý išiel na túru 30 kilometrov. Hát, én nem vagyok hülye, hogy annyit gyalogoljak. A keďže ja nie som taký sprostý, aby som toľko pochodoval. Én majd a célba leszek. Ja budem v cieli. Gyertek, testvérek. Poďte, bratia, poďte. És ekkor mondjam, hogy nagyon nagy élmény volt. A musím vám povedať, že to bolo veľmi veľký zážitok. Nagyon jó volt látni az elfáradt embereket. Bolo veľmi dobre vidieť unavených ľudí. Végig csinálták. Že to proste dotiahli do konca. Csak ketten adták föl. Len dvaja to vzdali. Több mint 200-an végig csinálták. A viac ako 200 ich to spravilo. De ez a kettő is mind a kettő tínédzser volt. A tí dvaja to boli obaja len tínédzseri. Az egyik az nem hallotta, hogy aki böjtöl, az most ezt a túrát hagyja ki. Nepočulo tú výzvu, že ten, ktorý sa pôsti, ten by mal tú túru vynechať. Rosszul lett menet közben. No a spravilo sa mu zle. Tehát böjtölt. Lebo pôstil sa. Tehát az, ez nem jó ötlet. Takže to není dobrý nápad. De ezt nem hallotta. Ale nepočul to. A másik pedig, annak nem tudom pontosan, miből lett, az is kicsit úgy. Nem, hát az még egyszer annyira rossz állapotban volt. A ten druhý neviem presne, čo mu bolo, alebo v takej zlej fyzickej kondícii. Annyira fájt neki, hogy ő azt mondta neki, elege van. Tak ho to bolelo, že on proste povedal, že končí. Tam már ilyen 5-6 kilométernyi kész volt. Už za 5-6 kilometrov bol hotový. Soha nem gyalogott annyi cséletében. Nikdy toľko dokopy v celom svojom živote nenachodil. Többiek mindenki végigcsinálta, képzeltek el. Ostatní všetci to spravili, predstavte si to. És a leggyorsabbak 4 óra alatt beértek. A najrýchlejší to spravili za 4 hodiny. A legutolsó 7 óra alatt ért. A posledný za 7 hodín. És azt mondtam, kötelességemnek éreztem. A bral som to ako svoju povinnosť. Hogy az utolsót is meg kell várjam. Že aj posledného musím počkať. Többiek ma vacsoráztak. Ostatní už večerali. Én nem mehettem. Ja som nemohol ísť. Én voltam Jézus. Ja som bol Ježiš. Úgyhogy Jézus téged is vár a mennybe. Takže Ježiš aj teba čaká v nebi. Mindegy, hanyaditnak futsz be. Je úplne jedno, ktorý dobehneš, na ktorom mieste. De ő vár tégedet. Ale on ťa čaká. Tárt karokkal. S otvorenou náručou. Nem fogja azt mondani. Nepovie ti. Debe lassulta. Jak si spomalil. Hogy sántíta. Jako krívaš. Azt mondja, hogy örülök, hogy itt vagy. Ale povie ti, že teším sa, že si tu. Megcsináltad. Spravil si to. Gratulálok. Gratulujem ti. Mindenkit ölelgettem ott. Každého som tam objímal. Nagyon jó volt. Bolo to super. Teljesen átéltem, hogy Jézus ezt fogja csinálni. Úplne som to prežíval, že aj Ježiš toto bude robiť s nami. Azóta se volt egy jó szerepe, mint az. Ani odvtedy som nemal takú dobrú úlohu, postavenie, ako to vtedy. Gondoltam, az idén is megcsinálom. A rozmýšľal som, že aj tento rok to spravíme. De azért mindig nem lehet. Ale zase nedá sa stále vždy, za každým. De ezt megtanultuk belőle. Ale toto sme sa naučili. Hogy ne a fájdalomra nézzél. Že nesmieš sa dívať na bolesť. Fog érni fájdalom? Dostihne ťa nejaká bolesť? Igen. Áno. Igen. Áno. Még Isten is okozhat fájdalmat. Ešte aj Boh ti môže spôsobiť bolesť. Van ilyen igen? Je také slovo. Hogy Isten megsebez, že Boh ťa zraní, de be is kötöd. Ale aj ťa zavezuje. Isten nem fog ártani neked soha. Boh a ti nikdy nespraví tak zle. De megsebezni, megsebez. Ale ranu nejakú ti spôsobí. Megengedi, hogy fájdalmat. A dovolí to, aby ťa stretli v živote nejaké bolesti. De megadja erre a megoldást is. Ale dáva aj riešenie na toto. A fájdalmakra megoldás az állhatatosság. A riešením na túto bolesť je vytrvalosť. Ne arra koncentráljál. Nesústreď sa na to. Hanem a célra. Ale na cieľ. Be fogsz ütni a mennybe. A dobehneš do neba. Ezt meg kell tanulni. Toto sa treba naučiť. Itt is ezt mondja a Róma levélben. Aj tuto to hovorí v liste Rímanom. Hogy a próbatétel kitartást hoz. Že skúška prináša vytrvalosť. Tehát Isten azért enged be próbákba bennünket.
Čiže Boh nás preto vpúšťa do problémov, aby táto vytrvalosť, táto schopnosť vytrvalosti sa v nás vybudovalo, v našom srdci a v našom duchu. Aby si nebol taký človek, ktorý rád vzdáva veci. To je veľmi zlá, veľmi zlý zvyk. Že človek vždycky všetko vzdá. Ezért már a gyermekeket is meg kell tanítani. Preto už aj deti treba tak vyučovať. Ne hagyják félbe a tanulmányaikat. Aby neskončili v polovičke štúdia. Utána ne hagyd félbe a munkádat. A potom aby neskončili v polovičke ne prácu. Ne hagyd félbe a házasságodat. Nie, a nechaj v polovici manželstvo. Ne hagyd félbe a házépítésedet. Nie, neprestaň so stavbou domu. Ne hagyd félbe a szolgálatodat. Neprestaň so svojou službou. Nagyon sokan szeretnek föladni. Mnohí ľudia veľmi radi vzdávajú, lebo už to boli. Ale kto povedal, že vtedy to treba prestať, vzdať? Treba ísť ďalej. Treba sa dostať do cieľa. Amen. Amen. Toto je princípom kresťanského života. Aby si to nikdy nevzdal. Spomaliť sa dá, ale zastaviť a vzdať nie. Bármim mész keresztül. Nech prechádzaš cez hocičo. Bármi történik. Čokoľvek sa stalo. Menjél tovább. Musíš ísť ďalej. Az Úr felé. Smerom k Pánovi. A menj felé. Smerom do neba. Ott van a cél. Tam je cieľ. S ott az Úr vár téged. Tam ťa čaká Boh. Óriási öröm lesz a mennybe. A bude obrovská radosť z neby. S előre örülünk ennek. A už dopredu sa môžeme tešiť. Akik látják a célt. Tí, ktorí vidia cieľ. S a célba az Urat. A v tom cieli Ježiša, azok nem fogják feladni. Tak tí to nikdy nevzdajú. Úgyhogy hiszem, hogy takže ezek, verím, hogy az itt is mondja, hogy a nyomorúság álhatatosságot hoz létre. Aj tuto to vraví, že a vytrvalosť, vagy a háborúságnak is mondja, vagy a harcnak. Vytrvalosť je dobrá a hovorí tu o tom, píše to aj ako boj, ako nejaká vada. És igazából saját magunkat kell legyőzni. A v skutočnosti musíme prekonať a poraziť sami seba. Saját magunk érzelmeit, naše pocity, saját magunk gondolatait, naše myšlienky. Mert az a fájdalom, amit érzel, lebo tá bolesť, ktorú cítiš, az nem igazi valóság. To není skutočnosť ako taká. Nem igazi valóság, mert el fog múlni. Není skutočná, lebo pominie. Mi a fájdalom? A čo je bolesť? Jak to valaki mondani? Mi a fájdalom? Vie mi to niekto povedať, že čo je bolesť? Nem valóság. Nie je skutočnosť. Az csak egy jelenség. To je len taký zjav. Van egy, hát a barátom barátja, Elvalap János, van nekem is barátom. A kamarát môjho kamaráta je už teraz aj môj kamarát. De nem keresztény. Ale není kresťan. De ő is ilyen 100 kilométereket szokott futni, meg 120-akat. Ale aj on beží tak 100-120 kilométrov. És mindig, amikor még elindul a verseny előtte, mondja, aki kíséri, mert ilyeneket sokszor 4-5 ember is kísér. A týchto ľudí ešte pred pretekmi, tak zo 4-5 ľudí zvykne doprevádzať. De bicyklivel vagy autóval kísér. A potom počas pretekov už buď autom alebo na bicykloch sprevádzajú. És visznek neki ruhát átöltözni, cipőt cserélnek, kaját viszik neki. A berú egy nagy hátizsákkal kell neki futni. A berú mu šaty, vodu, pitie, jedlo, aby sa nemusel zastavovať a aby nemusel vláčiť zo sebou veľký batoh. Sőt, van akivel orvos is megy. Sú aj takí, s ktorým chodí aj lekár. Vírhojagot a talpáru leszívja, aby, neked nekis krémel, futhasson tovább. Aby krvavý opuch mu vysal z pety a mohol bežať ďalej. De egy idő tam már iszonyan tud fájni minden. Ale za určitý čas už neskutočne vie všetko bolieť. És ő mesélte nekem. A on mi to rozprával. Hogy mondja az ő kísérőinek. A hovorí svojim doprevádzačom. Bár hogy fog nyafogni sírni. Že akokoľvek budem fňukať a nariekať, autóra, aby ste ma vzali do auta, fel. Nevezmite ma. Az nem, akkor az ma nem ő lesz az, hogy aki ott hisztizik. Ő végig akar csinálni, most még józanul tudja. On to chce dokončiť. On stojí tu a chce to dokončiť, ale tam on nebude už nariekať. Kivéve, len v prípade, ha látja, hogy nyíltörése van és vérzik és ki van a csont. Že vidíte, že mám otvorenú, zlomenú ránu a že krvácam. Ako feladja. Tak vtedy to vzdám de jedine. Nem folyik a vérből, folyamatosan. Ale kým zo mňa nebude tiec krv, törés, nemám otvorenú zlomeninu, pár hodňa fog, hogy vegyék föl, tak akokoľvek budem fňukať, aby ste ma vzali na palubu, nevegyék föl. Nevezmite ma. És ez mindig így van. A toto je vždy takto.
70-80 nám mindig mondja. Má elég volt. Most már pri 70-80 to už vždy hovorí, že už stačilo. Nem szabad fölvenni. Ale ostatní už vedia, že ho nesmú vzať. Menj tovább, végig tudtad csinálni. A pekne ho pozbudzujú. Chod ďalej, vieš to spraviť. Ne, ma nem akarom, ma legközelebb. Ale už nechcem, na budúce. Ma jövő hónapba. Budúci mesiac. Most csikar a hasam is má, meg. Už som aj hladný a už aj tam ma to ťahá. A ja most nem akarok tovább, elég volt. Už nechcem ísť ďalej. Több volt, mint múltkor. Už stačilo, už to bolo aj tak viac ako minule. Ezer kifogásom az embernek. Mám milión výhovoriek. De azt mondja, semmiképp ne, vegyetek föl. Ale predtým hovorí, za žiadnu cenu ma nevezmite do toho auta. És ez nekünk is így kell csinálni. Aj my toto musíme takto spraviť. Én a futásból tanultam a bőtről sok mindent meg. Ja som sa z behu naučil veľa vecí o pôste. A bőtbe is ez működik. Aj v pôste tieto veci fungujú. Amikor még nem vagy éhes. Keď ešte nie si hladný, tak vtedy sa rozhodni, že koľko sa budeš pôstiť. Lebo keď sa nerozhodneš, za deň budeš aj tak hladný. Kto je ten, kto nie je celý deň a ešte na druhý deň nie je hladný? Sú takí, čo, ktorí sú hladní za 3 hodiny. A nie za jeden deň. Ale ak chceš sa pôstiť 3 dní, tak sa rozhodni. Je úplne jedno, čo budem cítiť. Samozrejme, s lekárom to troška prekonzultuj predtým. Či je to pre teba vôbec možné. Čiže musíš byť aj triezvy. Ale potom, jak si sa rozhodol, už musíš byť len vytrvalý. U mňa to tak funguje. Takto sa viem a skutočne dobre pôstiť, úspešne. A keď sa pôstim tak, že pokiaľ je to fajn a vládzem, tak už za 2 dní jem. Lebo vtedy som už veľmi hladný. Ale rozhodol som sa, že nie. A mám cieľ. Napríklad za jedného človeka, aby sa uzdravil. Alebo za iného človeka, aby mu Boh pomohol. Akkor az nekem erőt ad. Tak to mi dáva silu. Hogy tovább böjtöljek. Aby som sa pôstil ďalej. Amen. Amen. De ti sokszor a célt kell látni, hogy miért csinálod. A preto veľakrát treba vidieť len ten cieľ, ktorý je predo mnou, prečo to robím. Ezek a nagyon hosszú távfutóknak is sokszor nagyon komoly céljaik vannak, amiért futnak. A títo ultrabežci majú tiež veľmi veľakrát veľmi vážne ciele, že prečo bežia. Például Jeruzsálembe is. Napríklad aj v Jeruzaleme. A legtöbb embernek nagyon komoly céljai voltak. Malo väčšina ľudí veľmi vážne ciele. Én is csak az Urér és Jeruzsálemért futtam. A ja som bežal len pre Pána a pre Jeruzalem. Soha nem futtam annyit, előtte se. Nikdy som predtým nebežal toľko ani potom. De az Urér. Ale za Pána. Jeruzsálemért. A za Jeruzalem. Jeruzsálem egységért. Za jednotu Jeruzalema. Hogy örök fővárosa legyen Izraelnek. A nech je večným hlavným mestom je Izraela. Vit előre. Toto ma hnalo dopredu. De úgy elkészült a lábam. Ale tak mi to zničilo nohy. Amikor beírtam a célba. Keď som sa dostal do cieľa. Hogy próbáltam lenyújtani. Že som sa snažil skloniť, aby som si natiahol svaly. Aby som si ich natiahol. Elő ma görzsbe ugrott. A dostal som krč. Akkor mondom, ezt nyújtom ki. Tak si vyravím, tak druhú nohu. Elő. Akkor hátul ugrott görzsbe. Tak som dostal dozadu krč. Teljesen elkészültem. Absolútne som bol hotový. Teljesen természet fölötti volt a futásom. A môj beh bol absolútne nadprirodzený. Én nem tudtam annyit futni. Ja som toľko nedokázal zabehnúť. Len s Pánovou pomocou. Ale moje svaly mi signalizovali, že toto bolo až moc brutálne. Ale za Pána. Pre Jeruzalem. Samozrejme sa človek zničí. Vállalunk áldozatot is. Amen. Takže treba aj obeť znášať. Amen. A budeme mať odmenu. Veľakrát som zvykol bežať aj za chorých, aby sa uzdravili. A celkom presne neverím v to, že skrze beh sa uzdravia. Ale aj počas behu, keď nedostávam vzduch a už mi je zle, akkor jobban együtt tudok érezni azzal, aki a kórházban nem kap levegőt, és ott rosszul van. Tak oveľa viacej viem spolucítiť s tým človekom, ktorý tam leží v nemocnici a tiež nedokáže sa nadýchnuť.
Tudjátok, Jézus is legtöbb gyógyulás előtt mondja azik, hogy együtt érzett azzal az emberrel? A viete, že aj v písme je napísané, že Ježiš pred uzdravením spolu cítil s tými chorými? És nekem ez segített. A mne toto pomohlo. Több emberért jobban tudok imádkozni, amikor futok is érte. Za viacero ľudí sa oveľa lepšie viem modliť, keď za nich aj bežím. És sokkal odaadóban tudok értük imádkozni. A oveľa viac odovzdane viem sa za nich modliť, keď za nich aj bežím. És sokkal több ima meghallgatásom van. A mám oveľa viacej vypočutých modlitieb. Nem csak így felületesen imádkozok értük. Že nie len tak povrchne sa za nich modlím. Át érzem azt a nyomasztó, rossz, ale preciťujem to zlé a nesmelé, slabú situáciu, nem terhelném így meg magam, v ktorej by som ja nebol, kebyže sám seba takto nejak nezaťažím. Igazából egy nagyon nagy futásban az ember betegé teszi magát, az az igazság. V skutočnosti v jednom veľkom behu človek sám seba spraví ako keby chorým. De van, akinek semmit nem kell csinálni, ezt ugyanilyen fájdalmai vannak, mint neked 20 kilométer. Ale niekto nemusí nič spraviť a tiež má také bolesti, ako ty po 20 kilákoch. És nem tud elképzelni, hogy mi megy át, milyen szenvedésen megy át. A ty si to potom nevieš ani reálne predstaviť, že čím on prechádza. Ezért nem tudsz érte együttérzően imádkozni. A preto sa nevieš za ňoho modliť so súcitom. Ezért nagyon fontos, hogy te is legyenek ilyen élményeid, hogy azért milyen rossz az, hogy ennek az embernek milyen fájdalma van. A preto je dôležité, aby si aj ty mal také skúsenosti, že aké to je zlé tomu človeku, že je taký slabý, zoslabnutý. A počas behu to dokáže dať takú silu, že keď si úplne na dne, tak aj vtedy ti to dodá silu. Lebo toto je tvoj cieľ. Aby si spolu cítil s tým človekom. Aby si vedel s takým srdcom sa za neho modliť. A aby si cítil aj vo svojom tele tú slabosť, ktorú on prežíva. Oveľa viacej spolucítiaco sa budete modliť aj vy. A bude oveľa viacej dobrých svedectiev. Samozrejme, nie každý to má robiť, ale kto na to má vieru. Mindenképp nekünk kell imádkozni az emberek. Ale v každom prípade my sa musíme modliť za tých ľudí. Ak s nimi dokáže spolucítiť inak, napríklad pri pôste. V skutočnosti aj pri pôste sa spravíme ako také keby chorlavým. Nie? Ale toto sami na sebe berieme. A toto sú tie veľké zaťaženia, záťaže na človeka. Én hiszek ebbe, takže ja verím v toto, hogy az állhatatosság nagyon fontos. Že vytrvalosť je veľmi dôležitá. És ugye azt mondja, hogy a nyomorúság állhatatosságot hoz létre. A hovorí tu, že bieda vytvára vytrvalosť. Azt pedig kipróbáltságot. A to zase vytvára reménységet. Skúšku a to zase vytvára dobrú nádej. Jót várhatok. Čiže to znamená, že môžem dobre očakávať. Jót várhatok. Môžem očakávať dobre. Állhatatosság egy láncszem abba, hogy igazából reménységem létre tudja jönni. Vytrvalosť je taká vec, ktorá mi dáva do tejto budúcnosti dobrú nádej. Itt ez van írva a Róma 5-ben. Tu v Rímanom 5 je to napísané. És utána, amit még szeretnék kiemelni. A potom ešte vec, ktorú chcem vyzdvihnúť. Amire ma utaltam is. Na ktorú som už sa vzťahoval. 9. versák, azt mondja. 9. vers. Miután tehát most igazokká lettünk az ő vére által. 9. Róma 5. 5-9. Sokkal inkább meg fogunk menekülni a büntetés től általa. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Azt mondja, hiszen ha az ő fiának a halála által kibékültünk Istennel, a hovorí, že ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, mikor még ellenségei voltunk, mondja 10. vers, sokkal inkább meg fogunk menekülni az élete által, miután már kibékültünk vele. Tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. Tehát azt mondja Isten, hogy mi Jézusnak, az Isten fiának a halála által békülhettünk ki. Čiže Božie slovo tu hovorí, že my sme sa mohli s Bohom zmieriť skrze smrť jeho syna. Ježiš tiež dobrovoľne sa zranil
dobrovoľne vzal na a seba fájdalma, utrpenie, bolesť, chorobu. Magára vett a mi betegségeinket. Vzal na seba naše choroby. És együtt tudott érezni velünk. A dokázal spolu cítiť s nami. Átélte, mi milyen nagy bajba vagyunk. A prežil to, že my sme akých veľkých problémoch. Jézus átélte, hogy milyen elszakadott állapotban lenni egy embernek az Istentől. Ježiš prežil, že aké to je byť v tom odtrhnutom stave od Boha. És vállalta. A vzal to na seba. Elfordult tőle. To, že sa od neho Boh odvrátil. A nie len choroby a bolesti vzal na seba, ale dokonca aj smrť. Nie preto, lebo rád zomiera. Mal konkrétny cieľ. A len preto dokázal spraviť, lebo mal cieľ. A cieľom jeho smrti, utrpenia bolo to, aby si sa ty mohol zmieriť s Bohom. A každý človek sa môže zmieriť s Bohom. Ale aj my sme sa preto mohli zmieriť s ním. Skrze Ježišovu smrť. A preto hovorí, že keď smrť vám dala zmierenie, keď ste boli ešte hriešnikmi, sokkal inkább meg fogunk menekülni az élete által. O čo viac budeme zachránení skrze jeho život. My utána ma kibékültünk vele. Keďže už sme s ním zmierení. Jézusnak a halála helyreállította kapcsolatunkat Istennel. Ježišova smrť napravila náš vzťah s Bohom. Akkor mennyivel inkább az élete? Tak o čo viac jeho život. Áldás lesz nekünk. Bude požehnaním pre nás. Amen. Amen. De ez is meg, hogy a fiúnak szenvedés által kellett megtanulni az engedelmességet. Ale aj to je tu, že a syn sa musel naučiť poslušnosti skrze utrpenie. És Jézusnak is át kellett menni a fájdalmakon. A Ježiš musel prekonať všetky tieto bolesti. De nem arra nézett. Ale nedíval sa na to. Ha arra nézett, hogy fáj a csuklója, kebyže sa díval na to, že ako ho boli zápestie a nohy, akkor mondja is az ige, hogy egy szavára a mennek a seregei le tudtak volna jönni. Tak aj písmo hovorí, že na jediné jeho slovo by prišli anielské vojska. Szétcsopták volna az egész római hadserege. Rozbili by na prach celú rímsku armádu. Teljes uralma volt az egész helyzet. Úplnú vládu mal nad celou tou situáciou. Ő ezt szabad akaratból vállalta, hogy szenved, sőt, hogy meg is hal. On to z vlastnej vôle vzal na seba, že zomrie a vezme naše hriechy. Aby sme my sa mohli zmieriť s Bohom a mohli byť Božími deťmi, mohli byť služobníkmi Božími a aby sme aj my mohli ďalej k ostatným ľuďom slúžiť. A tak pokračuje, že nie len, že sme sa s ním zmierili, ale ešte sme aj pyšní na Ježiša, na Boha. Urum, Jézus, a Messiás által, na Boha skrze nášho pána Ježiša Krista, aki által most ebben a kibékülésben részesültünk. A skrze ktorého sme sa teraz dostali, zúčastnili na tejto milosti. Tehát mi erre büszkék vagyunk. Takže my sme na toto hrdí. Hogy Isten részesített bennünket az ő kibékülésében. Že Boh nás zahrnul do svojej milosti. Tehát ma is. Čiže aj dnes. Meg lehet békülni az Istennel. Sa dá zmieriť s Bohom. Čo te ma békességbe vagy vele? A keď ty už si zmierený s ním, akkor a Szent Szellem a te szívedbe biztos, hogy arra fog sarkalni. Tak Duch Svätý v tvojom srdci ťa určite bude nabádať na to, hogy ezt a béke üzenetet az Istennek más emberekkel is oszd meg. Aby túto správu o zmierení si povedala aj ostatným svojim ľuďom. És kész Isten ma is megbocsátani a bűnöket. A Boh je pripravený aj dnešný deň odpúšťať hriechy. Ahogy a bűn ugye uralkodott minden, elhatott minden emberre. Tak ako hriech bol pánom nad každým človekom. Ugye kegyelem is mindenkább kiárad minden emberre. Takisto aj milosť sa oveľa viac rozleje na životy ľudí. Ezt mondja, hogy egyetlen ember bűne miatt Isten az egész emberiséget megbüntette. Píše tu, že za hriech jedného človeka Boh potrestal celé ľudstvo.
ugyanígy egy embernek az engedelmessége által. A takisto skrze poslušnosť jediného človeka. Engedelmeskedt abban is, hogy fájni fog neki. Ktorý sa posluchol aj v tom, že ho to bude bolieť. Pont kiment a fiam. A akurát môj syn. Voltunk fogorvosnál. A vyšiel von, s ktorým sme boli u zubára. De két nagylánnyal mentünk. Išiel som aj s dvoma veľkými dcérami. Ő csak úgy jött. On len tak išiel ako s nami doprovod. De feleségem mondtam, ott vagyunk, azért nézzék meg őt is, hogy a foga minden rendben van. Ale mal som tam manželku a už povedala, že no tak pozrime aj toho malého, že či má v poriadku zuby. Jo, akkor nézzék meg, dobre, tak poďte ma pozrieť, aj tak mi nič není. Nézze, fogorvos. Zubár ho obzerá. Baj van a szondja. Fú, veľký problém, vraví. Egyik fogadot, Lukáš, be kell tömni. Jeden zub máš deravý, treba ho zaplombovať. Egybe kezdte sírni. Okamžite začal plakať. A tudta, hogy fájni fog. Lebo vedel, že to bude bolieť. Mondta neki az orvos, hogy nem fog fájni, meg fog injekciót kapni előtte, hogy ne érezzen semmit. Ale lekári mu povedali, že nebude to bolieť. Mi jopan sírt az injekciótu. Lebo že dostane injekciu, aby mu to umrtvilo, tak na slovo injekcia začal plakať ešte viac. Úgyhogy mondta, hogy ő nem semmiképp, meg minden. Kiszállt a székből. Takže povedal, že on v žiadnom prípade ani náhodou vyšiel z kresla. Fél óra, két lány teljesen megcsinálta a fogorvos. Čakali sme v čakárni pol hodinu na dve dievčatá. Addig erőt tanítottam a fiamat. A dovtedy som posiloval svojho syna. Az, hogy fáj valami. Že to, že niečo bolí, az nem baj. To nevadí. De fogad meg jó, hogy egészséges lesz. Ale bude dobré, že tvoj zub bude zdravý. Fél óra megtanítottam neki, rábeszéltem, visszament, és megcsináltak a fogát. A za pol hodinu som to do neho natlkol, naučil som ho to, že sa vrátil a zub mal potom zaplombovaný. Neki is magyaráztam, i nektek. A jemu som to tak vysvetloval ako vám. Hogy a fájdalom, az csak egy jelenség. Že bolesť to je len taký zjav. Nem valóság. Není to skutočnosť. A fájdalom, az csak tudod mi? Bolesť je vieš čo? Azt jelzi, len to ukazuje, znamená to, hogy valami a megszokott rendtől el van változtatva. Že niečo od prirodzeného poriadku sa nejakým spôsobom líši. Ennyi a fájdalom. To je celá bolesť. Není baj. Ale problém není. Csak egy jelzés. Je to len taký zjav. Také... Valamelyik részed jelzi az agynak, hogy neki ma elege van. Niektorá tvoja časť tela ukazuje tvojmu mozgu, že je nejaký problém, že niečo sa vychýlilo. Valami befolyás érte. Že niečo sa toho dotklo. Vagy begyulladt. Alebo sa to zapálilo. Vagy megterhelődött. Alebo to bolo príliš zaťažené. Vagy működési zavar van. Alebo nejaká funkčná chyba nastala. De nem a fájdalommal van a baj. Ale nie z bolesťou je problém. Az csak jelzi. Bolesť len signalizuje. Hogy valami baj van. Že je nejaký problém. Tehát, hogy fáj valamit. Čiže to, že ťa niečo bolí, to je len znak. Nezaoberaj sa tým. Hlavne, keď vieš, že je to preto, lebo ty si ho spôsobil. Preto ťa tak bolí, lebo toľko bežíš, že ťa z toho bolí. Aj ty to vieš, že to bude bolieť. Ale bolesť není skutočná. Csak addig fáj, míg csinálod. Len dovtedy bolí, kým to robíš. Mert ha megállsz, ale keď zastavíš, fölrakod a lábad, vyložíš si nohy, ma nem is fáj. Už ťa nebolia. Ennyi volt a fájdalom. A toľko bolo celej bolesti. Ezért ne álljál meg, menjél tovább. A preto nezastavuj, ale dobehni. Amen. Amen. És ezt magyaráztam neki, hogy férfinak bírni kell a fájdalmakat. A toto som mu rozprával, že jeden muž musí znášať bolesť. De hát a hölgyeknek is. Ale aj dámy. Ez sok hölgy, mikor szül, fáj. Veľa žien, keď rodí, tak to samozrejme bolí. Ale to neznamená, že nebude rodiť. Ak by nejaká z nich povedala, že o, nech už ma to nikdy neboli, tak by sa nerodili vôbec deti. Ale to hovorí aj písmo, že žena, keď rodí, akkor nagy kínokat szenved, tak má veľké utrpenia, de mikor megszüli, ale keď porodí, akkor nem gondol többet a kínra, tak sa nerozpomenie viacej na tú bolesť, ale príde na radosť, hogy ember született a földre, že sa narodil človek na túto zem. És melyik nő tud szülni, a ktorá žena vie rodiť, vállalja a fájdalmat is, a ktorá vezme na seba aj tú bolesť, aki a célra néz, ktorá sa díva na ten cieľ, hogy megint egy ember meg fog születni a földre, že znova sa jeden človek narodí. Aki a fájdalomra néz, ale tá, ktorá sa díva na bolesť, mondja, elég volt. Tá povie, stačilo. Aki a célra, kto na cieľ,
az vállalja. Tak ten to na seba vezme. Amen? Amen. Ben van az életben. Mindenkinek át kell venni fájdalmat. Je to v živote. Každý musí prejsť bolesťou. De Isten okoz fájdalmat, de nem árt, ezt jegyez meg. A aj Pán nám dáva bolesť, ale neškodí nám. To si zapamätaj. Je ako megmű, dobrý lekár. Az fáj. Aj on ťa zoperuje, to bolí. Meg, hogy ne legyen nagy bajod. Ale práve preto, aby nebol ešte väčší problém. Isten soha nem árt. Boh. Ezt mondja Isten igéje, hogy Isten nem hagy fölötti próbába bemenni téged, mint amit el tudsz hordozni. Boh ťa nikdy nezraní tak, čo by si nedokázal uniesť vlastnými silami. Amen? Amen. Mikor először szült a feleségem, keď moja žena rodila poprvýkrát, egy másik asszony is szült ott benne a szülőszobban, csak ešte, ilyen lepedőke voltak elválasztva. Ešte jedna žena tam rodila a boli oddelené len takou plachtou. Ott átkozódott, citkozódott, hogy soha többet nem fog szülni, hogy mennyire fájt neki. Tak tam nariekala, tam hrešila, že ono už v živote nikdy nechce rodiť. Veľmi som sa zlákol, aby sa ani aj moja žena nezlákla a nezačala takto rozprávať. Vytlačil som ju. A okamžite som sa jej spýtal, chceš ešte rodiť? A rýchlo som chcel odpovedať a vraví mi, že môže ďalší. Sláva Pánovi. A povedal som jej, tak počkaj chvíľu ešte. És arra jöttem rá. Az istil som. Megértettem, hogy a feleségem mély szeret szülni. A pochopil som, že prečo moja manželka rada rodí. Olyan, mint egy ultramaratonista futó, szereti, ha fáj. Ona je ako ultramaratonský bežec. Má rada, keď to bolí. De ezt egy filmből értettem, meg egy dokumentumfilmből. Ale toto som pochopil z jedného dokumentárneho filmu. Volt egy házas pár. Bol jeden manželský pár. És a házas, az esküvők napja volt a legboldogabb nap. A deň ich svadby bol ten najkrajším dňom v ich živote. Mondták, hogy egész életükben legboldogabb nap, az esküvőjük volt a házasságkötés. Obaja vraveli, že deň ich svadby bol ich najšťastnejším dňom v živote. Aztán terhes lett. Potom otehotnila. Megszült a gyermeket. A porodila dieťa. Istotosan fájt neki. Neskutočne to bolelo. De meglett a gyerek. Ale prišlo dieťa. Elfelejtette a fájdalmat. Zabudla na bolesť. Katartis öröm, hogy van egy gyereke. A tešila sa, že má dieťa. És azt mondja, hogy mostantól fogva. A povedala, že odteraz. Ez a mai nap a legjobb nap az életemben. Je tento deň najlepší dňom mojho života. Az nap. V ten deň. Amikor a legnagyobb fájdalom ért. Kedy mala tie najväčšie bolesti. Az a legjobb nap. To je najlepší deň. A nem a fájdalom je a legjobb. Nie, tá bolesť je najlepšia. Hanem azért, mert a legrosszabb is, meg a legjobb is együtt van. Ale to, že aj to najhoršie, aj najlepšie je spolu. Ez okoz egy akkora katarzist egy nőnek. A toto pre jednu ženu v nej vyvolá takú katarziu. Amit egyszerűen más nem tud átél, másban nem tud átél. A čo jednoducho v inej veci nedokáže prežiť. És ebből a filmből értettem meg. A z tohto filmu som pochopil. Hogy a felesége mi szeret szülni annyira. Že prečo moja žena tak rada rodí. És ez úr megjutalmazta. A Boh ju odmenil. 11. 11. dieťa. Képzeljétek el. Si predstavte. Várja, mindjárt mondom. Počkaj, jak to bolo? Počka. Mondja nekem. Vraví mi. Mert januárban van a születésnapja. Lebo 11. má narodeniny v januári. És jó férként. A ako dobrý manžel. Én mindig meg szoktam kérdezni. Vždycky som sa zvykol spýtať. A van, hogy egy hónappal előtte. Niekedy už mesiac dopredu. Január elején ma kérdeztem. Na začiatku januára som sa už pýtal. Mit szeretnél szülinapodra? Čo by si chcel na narodeniny? Persze mindig mondja, hogy semmit. Vždy vraví, že nič. De most azt mondta, hogy egy babát. Ale povedala mi, že bábetko. Mert február 10-ére volt kiírva. Lebo bola vypísaná na 10. február. Mondom, ezt sajnos nem tudom elintézni. A vraví mi, že toto ti neviem zaručiť, vybaviť. De az úr elintézte. Ale Pán to vybavil. Képzeljétek el. Predstavte si. De 11. gyermekünket. Že naše 11. dieťa. Feleségem. Moja žena. Születés napján szült. A porodila v deň jej narodenín. Ha? Mi sú to hozda? Čo vy na to? Komoj, ne? Vážne. Úgyhogy most ma dupla születés nap van. Takže už máme dvojnásobné narodeniny. Minden januárban két tortát legyünk. Každý január musím zjesť dve torty.
Úgyhogy nekem nagy hős a feleségem a szemembe. Takže v mojich očiach je moja žena veľkou hrdinkou. Ugyanúgy, mint azok, mint Jézus is hős. Takisto ako je Ježiš je. És mindenki hős előttem, aki a fájdalomtól nem hátrált meg. A predo mnou je každý hrdina, ktorý necúval pred bolesťou. A hősök így születnek. Takto sa rodia hrdinovia. Fáj? Keď to bolí, nem adja föl. Tak to nevzdá. Ale ide ďalej. Szeretné hős lenni? Chcel by si byť hrdina? Szeretnék egy, még egy fontos bejelentést tenni. Ešte jednu dôležitú vec by som chcel povedať. A mennybe. V nebesiach. Csak hősök lesznek. Sú len hrdinovia. Nem lesznek szürke figurák. Nebudú žiadne a šedé myšky. Nem lesznek átlag emberek. Nebudú priemerní ľudia. Középszerű emberek. A taký stredný. Azok nem lesznek a mennybe. Takí nebudú v nebesiach. Csak hősök. Len hrdinovia. És te már most az vagy. A ty si už teraz hrdina. Úgyhogy járatok tovább. Takže kráčajte ďalej. Ne féljetek. Nebojte sa. Hanem lehetek bátrak. Ale buďte smelí. Az evangélium hirdetésében. V hlásaní evanjelia. És hiszem, hogy az Úr elkészítette nektek is. A verím, že Boh aj pre vás pripravil. A mennyi életet. Nebeský život. Ez már most megvan. Ten už teraz máte. És ad át másoknak is. A ten teraz dávaj aj iným. Terjesztétek is an országát. A rozprestierajte Božiu slávu a Boží štát, národ. Každý potrebuje Ježiša Krista. Mindenkinek szüksége van az Istennel, kibéküljön. Každý potrebuje sa zmieriť s Bohom. Ne veszekedjen az Istennel. Aby sa nehádal s Bohom. Aby nebol v hneve s ním. Ale aby sa s ním zmieril. Ezt Jézus halála szerezte. A toto získala Božia smrť, Ježišova smrť. Akivel csak találkozol. Toto povedz každému, s kým sa len stretneš. Na v práci. Otthonodba. Doma. Utcádba. Na ulici. Mindenhol. Všade. Ez a szolgálatod. Toto je tvoja služba. De mondod, de hát, nekem ez fáj. Ale nehovor, že mňa to bolí. A možno mi aj niečo zle spravia. Végig, hogy ne a fájdalomra nézzél. Veď celý čas som o tom hovoril, aby si sa nedíval na bolesť. Aby si sa nesústredil na bolesť. Hanem a célra. Ale aby si sa sústredil na cieľ. És ha az ember elfogadja az evangéliumot. A keď ten človek príjme evangélium. Már most neked látnod kell. Tak už teraz musíš vidieť. Most még csúnyán beszél veled. Že ešte keď s tebou škaredo rozpráva, že bude za to raz veľmi vďačný. Bude ťa, si ťa veľmi vážiť, že si si nevybral strach, ale si sa postavil a konfrontoval si sa s ním a zachránil si ho. Veľakrát takto treba zachrániť ľudí. Veľakrát z vody a treba ľudí vytiahnuť za vlasy. A nemôžeš povedať, že joj, tak bude ho bolieť vlasy, tak nie, to radšej nie. Nechcem mu spraviť utrpenie, radšej nech sa utopí. Treba, aby sme aj my občas nejakú bolesť spôsobili. Ale nikdy neškodiť. A fájdalom je az, hogy az ő megmenekülésüket szolgálja. Aj tá bolesť je len preto, aby ich zachránila. Hát ennyit szeretem röviden elmondani. Takže v krátkosti asi toľko som chcel povedať. Kde sú nejaké hodiny? Két óra. Kedy? Koľko? Testvérek, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Bratia, veľmi pekne vám ďakujem, že nagyon tu mohol byť. Nagyon szeretek benneteket. Veľmi vás mám nagyon rád. Nagyon értékelek benneteket. Veľmi máte vysokú hodnotu v mojich očiach. Prajem vám, aby ste boli požehnaní, úspešní, aby ste sa nikdy nikoho nezlakli, ničoho, aby ste dobehli a dobehli dobre do cieľa. Nech vás Boh mocne požehná.